Ez itt a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival. Itt a Klassz FM-en. 6 óra múlt 16 perc, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello Jani, hello Feri. Jó reggel. Drága hallgatók, itt vagyunk újra, most már hárman. Vagy újabb best of, vagy megjöttél. Igen. már nem nagyon lehet más. Hello, na mi újság van? Hát veled mi újság, barna fiú. Ja, gyerekek, semmi nincsen. Hát ott egy állandó 30 fok. Totál nihil. Csak az unalom, azok a rohadt koktélok, a napsütés. Gondolkoztam is, hogy nem mennyit meséljek el ebből a dologból, de tudom, hogy nem szabad túl sokat, mert nem akarom nagyon kihúzni a gyufát, úgyhogy csak arra válaszolok, amire kérdeztek. Nem akarok túl sokat, mert tényleg ne az legyen, hogy itt 4-7 órakor, hogy már emberek ütik a kormányt, és azt rohadjál meg, most nem Kassa, hanem Balázs, mert te voltál kint. Úgyhogy jó volt. Hát jó, nagy. De ahogy látjuk rajtad is, meg az oldalbordálon és a wikin is, hát csütörtökön az lesz a téma majd az elmentes övezetben, hogy a D-vitamin mérgezés és tünetei. Mit lehet csinálni a túlságosan sok felhalmozódott D-vitaminnal? Hát, figyeljetek, ott nagyon jó idő van, szóval ez változatlan, 30 fok a tájuk, nagyon kedvesek, én nagyon szeretem őket, Ázsia nagyon jó, úgyhogy nagyon, minden nagyon szuper volt. Igen, undorító voltam, de minden nap. Igen. Hát érdekes volt, mert belefutottam abba, hogy nem tudtam, hogy kimasszíroz, csak olyan puhán fogott meg, és kiderült, hogy most már a fiún is vannak fiúmasszőrök, akik ugye vagy lánynak öltöznek, vagy fiúk. Viki, te vagy? Mindegy is. Csak csináld, mert jó. És az úgy történik, hogy leülsz a kis tengerpart mellett találtóink kis fabungalóra, ott levossák a lábadat, és utána arccal előre a tenger felé lefekszel hasra. Aha. És éreztem, hogy valahogy nem olyan. Tehát ugye nem olyan erős, nem úgy masszíroz, de ott csajok ültek, nem nagyon figyeltem. Viszont a hely izgalmas. Nem úgy csinálja, ahol eddig. Igen. Tenyér éllel azonnal belemászott a fenekembe, mondom, ez fura, nem szoktak ilyet csinálni, mert ugye úgy, hogy átnyomkodja a hátadat, és akkor utána főhúzza a fülögatyád és a combodat. De nyitott egy ilyen tenyérél kontra fenékvágás dolgot a gerincem után. És odaszóltam a Viki ugának a Zsófiak, hogy nézd már meg, hogy mi van, ki munkálkodik, mert ez Zsófiki, gyanús. Hol tartotok? Hol tartotok, mert nekem már nagyon jó, ez nagyon gyanús. És mondja, hogy azt nem akarod tudni. Azonnal megfordultál. Hát néztem, és egy ilyen 80-kilós, ilyen nagyon mosolygós, ilyen kis tájfiú. Nagyon masszírozott, hát nem kell mondanom, görcsbe rándultam, tehát pici apró kis borsó se. Nincs probléma, finom. Finom masszázs, very good masszázs, ahogy ők mondják. Magyar vendég, jó vendég. Igen, de akkor már nem volt mit tenni, mert ott felállni, elmenni, nem is lett volna ezzel baj, csak ő a határán volt a fiúnak és a lánynak. Tehát, hogy ezt nem tudtam hirtelen eldönteni. Micsoda frajdi elszólás. Igen. Felállni és elmenni. Igen, de aztán valahogy fél óra volt, és rájöttem, hogy tetszik. És aztán átadtam magam a dolognak, és mondtam, hogy ha fiú vagy, ha lány vagy, bármi van a lábad között, masszáljon meg aztán. Ki tudja, mi vár otthon. Ezt se hagyjuk ki. Igen. Ez a tenyéréles buli, ez visszajött még néhányszor, hogy elhúzta a kártyát. Se előtte, se utána, nem kártyaolvasóban nem nézett be senki, csak ő a tenyerével, hogy ez egy ilyen beköszörés volt, vagy egy ilyen hello veddészre, hogy én ezt máshogy csinálom, vagy szia Bali, üsz tájföl, de nem tudom, minek köze. Én utána kérdeztem azt a családot, akivel voltunk, hogy nekik volt-e, én mondták, hogy nem. Kérdeztem a Zsófi, hogy neki igen, vagy miként, soha senkinek. Tehát ez a tenyérél egyszerű oda beköszönt a titkos, a reaktorba. Igen. Beköszönt a reaktorba egy kicsit. De hál' Isten máshogy nem, úgyhogy ez volt. Minden este lábat masszíroztat a gyerekek. Jó, jó ezek a tájok. És később még láttad, hogy ezt a bizonyos masszört elviszi a tájérkölcserdésznek. Igen. Mert még nekik is sok volt. Igen, én láttam, hogy igazoltatás fura volt, aztán bilincsben elvezették, és a tájnők is ott magyaráztak, hogy mit kereső ott. Szóval igen, hát jó világ van ott, na, az ember tudja magát kényeztetni. A legnagyobb baj ott tényleg az, ha nincs elég dinnye a dinnyeségedben. Szóval, hogy szörnyen kiborítod. De tudsz kiabálni, mi? Rettenetesen ki tudsz borulni. Úgyhogy jó mindig volt. Mindig egy dollár minden. Á, nem, drágák. Tehát €1.50. Most már az van, hogy nem tudsz nagyon alkudozni, mert nagyon jól megy neki. Aha. És ugye a tájok eleve megsértődnek, ha te nem alkuszol, viszont most már úgy tudsz alkudni, hogy arra a fix ára tudod lealkudni, amiért ő képes odaadni. Tehát tudod, ha egy póló mondjuk 300 bat, 1500 forint, tehát hogy nagyon komoly árak vannak,
akkor azt ő elindított 4-50-ről, de ő 3-nál biztos, hogy nem lerakja, és arrébb megy. Tehát már nincs ez a futok utánad, és vedd meg mindenképpen, ami mondjuk 10 éve volt, hogy az utca másik végére elszaladt utánad. Ez már nincs. Tehát nagyon sok turista van, nagyon jól megy neki. Kassa elrontott mindent. A kassa felvert az árakat, igen. De a tegnap akkor arcoskodott azzal a egyébként rettenetesen ízléstelen pólóval, amiben bejött. Igen. Én mondtam is, hogy egyrészt arra a testre nem veszünk pólót, tehát hogy én sem nem feszülősen. Nem tudom, hogy föltűnt, hogy én életemben nem voltam pólóban. Nem, igen, tényleg, te inges vagy inkább, igen. Mert nem vagy véletlen. Csak a kabát alá. Érted? Vagy, mert nem véletlen, hogy ezeken... Ha tudjuk, hogy nem veszük le a kabátot. Igen, akkor esetleg, vagy ha futni mész, de azt meg nem megyünk, mert van autónk. Tehát, hogy bejött a Tibi, és azt mondjuk, mondod, 600 ér vettem. Annyi. 600 bat. Ő kopangán volt, ez egy picit olcsó. 600 forintért, a 100 bat, 80 bat, hát az valami nagyon-nagyon olcsó kell, hogy legyen. Ő kopangán volt, ami Szamuitól, mint tudom, kb. Egy órás hajóút, ott tényleg, ott sokkal olcsóbbak, tehát ott nincs annyi turista. Aha. Az egy elhagyatottabb, egyben szebb sziget is, csak kevesebb látnivalóval. Aha. De ez 100 batért ott lehet venni pólót, igen. Na jó, hagyjuk ezeket, forint. hogy masszázs, hogy koktél. Hagyjuk ezeket a dolgokat, hogy napfény és tenger. Mit akarsz? Arról mesélj. Mit szólsz az ukrán orosz válsághoz? Nem, eszembe nem. Olvastam, ne tesztem elég sokat. Hogy minden egyes nyaralásodkor van valami olyan pont, amin el lehet egy picit csámcsogni. Emlékezzünk vissza, amikor síelni ment, és elhagyta a kocsi kulcsát. Emlékezzünk, hogy volt-e valami, ami megakasztotta a nyaralást? Nem mondod, hogy gyerekek, nem. Olyan zökkenőmentes volt, azon kívül, hogy a vikiek előre mentek, és ez okozott némi szívfájdalmat, nem voltam se azért nyugodt, hogy nehogy aztán még két nap múlva is egy bankoki tranzitba találja meg a családomat, esetleg valami erőszakos táj miatt, aki nem engedi őket felszállni a gépre. De nem, én utánuk mentem, és ilyen nagyon flott volt minden. Tehát, semmi, nem, a tavalyi masszőröd nem vezetett oda egy rád egy picit hasonlító szőketáj kisfiút, hogy azt mondja, hogy... Nem, igen, apa, ő itt apa. Nem, semmi, kevés magyar volt, hál' Isten. Találkoztunk egy nagyon szimpatikus magyar párral, akik 20 éve vannak ott, és mindig bejárják az összes szigetek. De ők a szomszédjaitok, amúgy. De aztán együtt mentetek. Igen, a Viki szólt, hogy Balázs, nem mutatkozz, mert nekik velünk mentél. Igen, ők a barátaink, és együtt utaztunk. Igen, mondom, akkor ne haragudjatok. Túlságosan megerőltek neki. Csak nem a biznisze. Igen. Szóval semmi. 20 éve kint vannak. Ők 20 éve vannak, és járják Tájföldet, és mindig máshol, de mindig Tájföld. Én egyébként megértem őket, tehát ha valaki egyszer elmegy, az vagy nagyon utálja, vagy beleszeret ebbe az országba. De miért mennek egyre körbe? Annyira szép, vagy nem fizetnek mindenhol? Ezt csinálják, hogy mindenhol isznak egy koktélt, és utána mennek tovább. Nem, egyszerűen beleszerettek. Szóval Ázsiát vagy nagyon kedveled, vagy egy életre soha többet nem akarsz oda menni. Ott nincs ilyen. Jó volt. Hát, nem tudom. Rettenetesen boldogak például, vagy boldogok. Hány kis akcentusom már tudod. Hát, ilyen beszélt angolul, hihetetlen tényleg, tehát, hogy ilyen pár tízezer forintot keresnek, de van rajtuk valami olyan belülről jövő kiegyensúlyozott boldogság, amit egyszerűen haza kéne hozni. Szóval, hogy nagyon-nagyon cukik. És ez nem az a fajta turistáskodás cukiság, hogy vedd meg az áruját, hanem az utolsó palacsintárus, ezt mindig elmondom, de tényleg nagyon jó, hogy valahogy annyira örül, hogy ő azon a fix helyen minden nap palacsintát árulhat, hogy ez egész egyszer megdöbbentő. Hatkor kitolja ezt a kis motort, a motorra rá van szerelve a gáztűzhely, a rezsó, a palacsinta, minden, ugye azzal megy motorral, igazi ázsiai, 15 éve azon a részen ott a szálloda előtt árulja a palacsintát. Hatkor jön, Indiából jött, 20 éve ott él, és este 6-tól éjjel 2-ig palacsintát árul. És olyan boldog, hogy nincs, megvan neki a kis cucca, senki nem akarja elvenni. Egyáltalán nincsen számla sehol, senki nem ad számlát semmiről. Na. Ezt megkérdeztem az egyik fagyi árust, hogy ez hogy működik. Ő azt mondta, hogy ő egy évben egyszer egy összeget befizet az adóhivatalnak, és utána annyit ad el, amennyit akar. Tehát nincs ilyen, hogy nekik számla kötelezettségük van. Tetszenek hallani? Halló? Tehát nagyon fura, hogy se az éttermekbe, se, ha akarsz, kapsz, de egyébként egy papírra fölírják, fizest ki ennyi. Egy fix összeget kell neked befizetni azért, hogy te mondjuk ott a parton áruljál mangót. Megmondja a tájhivatal, hogy ez mint 10.000 bat egy évbe. Te annyi mangót adsz el, amennyit akarsz, az a lényeg, hogy ezt befizeted, és akkor van árulási engedélyed. Nincs ilyen, hogy te neked ott számlakényszer. Teljesen más, hogy gondolkodnak. Meg is kezdték gondolkodni saját vállalkozásban. Nem tudom, kimegyek mangót árulni. Kitolom itt a kis motoromat, árulom a mangót, meg a palacsintát. Száblát nem kell adni. De baromi egyszerű, kimegy 20 batért, megveszi a mangót, és eladja ott a parton egy kókuszt pucol, mangót pucol, ananászt pucol, meg kukoricát süt. Az a kukorica sütés az egy ilyen egészben főrak egy ilyen legyezővel legyezett ilyen parásszerű valamire, megforgatja, megsózza, 20 batér megveszi, 60 batér eladja. Néha megtörli a kis olajos kezét, és kézzel farpofák közé. Néha, ha kell, akkor bemegy masszírozni. Igen. Azt a törökök csinálják nagyon jól, hogy délelőtt masszőr, délután pincér, este már animátor. Délután meg olajos birkózó. Igen, de késő estére nem tudom, a színpadon énekel. De abszolút
abszolút, abszolút boldogok. Szóval ezt lehet tőlük irigyelni. Ugye, amíg ez mindenkinek jó, az az adórendszer, hát most mit, nem? Most mit kapargassák? Bejön a lóvé a kasszába, kifizetted. De az egy elnyomó rendszer, Feri. Ja, ne haragudj. Nem tudtam, nem látszik ez rajtuk. Ez nem egy demokrácia. Nem látszik rajtuk egyébként. És a Fagyi Árus is azt mondta, hogy ő azért dolgozik minden nap, hogy eltartsa a kis családját, és mit tudom én, ő keres mondjuk egy ilyen 30-40 ezer forintnak megfelelő összeget. A feladata az, hogy reggel 9-től este 5-ig 4 kilométeres a partszakasz, leföl sétálva minél több fagyit eladjon. Aha. Minden fagyin van neki mondjuk 10 bat haszna. És a legboldogabb ember, és meg három gyereke van, a felesége otthon van velük, és ő ezt csinálja, és 15 vagy 16 évben ő is ezt, és minden reggel látott, tehát már köszönöztek minden, és ott is mosolyog, vállán ez a rohadt nagy ugye, hűtőtáska, gerincverdülése, ekkora vádlikkal megy, és fagyit árul. És ez a feladata. Amit nagy bajod nincs. És egész évben, tehát ott nálunk például nincs leállás. És mosolyog, és röhög, és tehát épp hogy csak megél, mondta, hogyha nem ad el fagyit, az nap, neki mondjuk rosszabb napja van, akkor este meg kell gondolni, hogy mondjuk mit esznek. Uh-huh. Tehát ott nincs, hogy ők felhalmoznak, meg nincs, hogy ők betesznek a bankba. Tehát ilyen nincs. Ha rossz a napja, akkor nem tud aznap este mit enni adni a családjának, mert akkor ő nem kap napi pénzt, csak minden fagy után uh-huh. eladó, hogy motiválva legyenek. Tehát ott nincs napi pénz. És mondta, hogy azon izgul minden nap, hogy elmenjen annyi fagyi, és az első két óra után úgy tudja, hogy már ez egy jó nap lesz, vagy nem. És mondom, honnan? Hogy azt érzi, hogy megindul az elején, akkor ez egy jó nap lesz. Ha nem, akkor a fene megette az egészet. Jó, és mégis, megvetted a hűtőtáskát, remélem. Minden nap. A pillanatban úgy, ahogy van a csávóval együtt. Igen, Benni minden nap kapott egy fagyit. Úgyhogy, és valahogy mégis jön egy ilyen belülről jövő, nagyon-nagyon helyes kiegyensúlyozottság, boldogság, és azért most vegyél tőle fagyit, hanem látod, hogy mosolyog. Nem, tök annak jó. Körül, hogy neki nincsen gázszámlája. Amiről a magyarok mesélnek. Igen, nagy kabátot se kell venni. Hát ennyi. Értem. Érdekes, hogy nekik mennyi a rezsímek, hogy van ez ilyen, hogy nem mentünk bele, de nagyon-nagyon szimpik, nagyon szeretnivaló kis ország. Nem vágnak át, nem húznak le, nem megy ez a átszámolód. Tehát hogy valahogy teljesen máshogy gondolkodnak. Most nem azt mondom, hogy itthon mennyire szörnyű, csak tényleg lehetne itt tőlük tanulni. Vagy ha átvágnak és mosolyognak. Igen. Az itthoni állapotok ellentétben. Igen. Egyébként meg nem jött be a jóslatod? Nem. Nem jött be az, hogy jaj, kimegyek a 30-ba, itt biztos mínusz 15. Volt napsütés, 15 fok nálunk is. A fene vigyel, kicsit drukkoltam, hogy legyen hidegebb. Nem akartam nektek nagyon rosszat, de hogy bírtam volna egy ilyen ónos köcitálós, plusz 3 fokos hószálingozásról olvasok, mert így jó a 30-ba, de így, hogy itthon 15 van, így nem üt akkor át, amikor hazajövök. És azt mondom, hogy 30 volt, mert azt mondja, hogy meg 16, menj már. Már azért meghoztad az esőt. Hát rosszul teremtettem az a baj, egy héttel előtte. Egy héttel előtte akartam. Na mindegy, igen, és ez is marad? Tehát meg vagyunk? Vége van? Ennek. Aha, elvitted, kivitted bizony. Magaddal, ott hagytad, nem tudom, de állítólag már nem lesz. Tehát nem lesz márciusi, üljön át a másik autóba. Tehát az lesz márciusban, kapunk egy köresemest, mindenki maradjon a saját autójában, vagy mindenki menjen, ahova akar. Mindenki üljön át egy másik napernyő alá. Hát figyeljetek, milliárdokat spórol az ország a gázszámlán, tehát hogy azért ez jó. Bizony. Hát igen. 13-15 fokban azért nem annyit kell fűtened, mint ha mínusz 5 lenne. Hát sokat spórolunk, nyilván ennek a szolgáltatók kevésbé örülnek. Ez a magyar lakosságnak ez egy nagy könnyebbség, hogy nem kell annyit fűteni. Nem? Kivéve mondjuk szegények, akiknek távfűtés van és általányt fizetnek, ott nem nagyon tud sokat, de ahol például hőmennyiségmérő van, vagy gázóra, ott azért ezen elég nagyot fogsz, hogy nem kellett szétfűtened a lakást. És már februárban nyitott ablaknál alszol. Ha? A távfűtéses lakásban. Ja, hát igen. 40 fok van, ha nem nyitsz ablakot most. Azt mert tudom. Ott ugye nincs, ahol nincs ilyen hőmennyiségmérő, vagy szabályozható, ott jön a meleg. Ott szellőzteted az utcát tulajdonképpen, igen. Mondjuk itt nagyon zegzugos a pince, még mindig nem találták meg a fűtőt, hogy szóljanak neki, hogy egyébként nincsen annyira tél, mert hogy nálunk mi, amikor bejövünk reggelente, ugye a központi fűtésnek köszönhetően gyakorlatilag trópusi állapotok vannak, csak legfeljebb nem turkál senki a seggünkbe. Kicsit itt a pénzverdében ez túlfűtik, de hát lehet, hogy ahol a kazán van, ott nagyon fáznak, és azt érzik, hogy ez van kint, és nem tudom. Józsi, merre vagy? Tegyél még rá egy lapáttal, igen. Na mi van, hogy állunk játékkal? Nem tudtam. Egy-egy. Én játszottam hétfőn is, ott kihúztuk az egy percet, azt hiszem Erzsivel, a javasasszonnyal, aki egyébként benzinkutas, egy percig nagyon jó dumált, az egy jó játék volt, tegnap meg kivégeztem a hallgatót. Ki nyírtad, ki csináltad, megetted, megzabáltad? Jössz, úgy jössz, hogy 2-0. Hát úgy nem jöhetsz, hogy 2-0. Nagyon jó játszottak egyébként az elmúlt másfél hétben, hát hogy így tök rendben volt.
Már nem volt rendben. De hogy volt rendben. De jól játszottak, tényleg. A hallgatók? Igen. Gyerekek, az a baj, hogy most már lassan jobban. Nem, elhidegültünk egymástól. Jól játszottak ők. Mivel magát szoktak, vagy valamiről tudnom kéne. Vendégeink jók voltak, aranyosak voltak, nagyon helyesek voltak, cukik voltak. Igen? Imádtak mindenkit. Nagyon jó. Gangsta nagyon nagy like-hegyet kapott. Hát ő már egy állandó vendég. Csonka picit is. Pici úgy jött be, hogy támadást vélt bármilyen mondatukban felfedezni. Talájoggal, nem igen. Tegyük hozzá. Hát, hogy nyugi, most azért barátok vagyunk. Volt benne némi félelem, meg lehet persze, érteni, hogy bejött, nyásra húztuk, pirítottuk. Hát már csak az a kis beszélgetés, amit mi folytattunk, hogy a Picivel már ott lehetett érezni a megmarást. Igen, hát aki jó, az jöhet állandóra, mert úgy értem, hogyha esetleg valakit van kedvű meghívni. Nem, Pici, ha esetleg hallasz minket, nagyon megbecsüljük a südiket, amiket hoztál, még mindig ott vannak a ütőben. Nem mehetétek megenni? Nem, mert már mikor hozta, akkor is állott. Igen, mert hát hétfő reggel hozta, az azt jelenti, hogy vasárnap délután vette, tehát a szombaton sütött. Nem, egyébként iszonyú jó fej volt, ő volt az, aki így hozott, tehát hogy olyan vendég volt, hogy jött, és akkor már hozta a kis torta szeleteket magával. Hát inkább a félelmet láttam volna megcsillanni a szemébe, nem? Tehát ez az előre, az leteszem a fegyvert, mint világosnál, ne bántsatok. Hoztam sütit, jó fej vagyok, tehát ebbe nagyobb volt a fegyverletétel, mint a szeretet. Hozott inkább hazait, mert nem tudta, hogy mi várja itt bent az asztalon. Nem bízott bennünk. Hogy mit kell megenni, igen. Na jól van, nézzük meg akkor a játékosunkat, jó? Hogy ki lesz az? Szokásos menet, hírek jön, Fekete Fehér Igennemre lehet jelentkezni. Tudom, jövő héten péntekig nekem kell játszanom. Nagyjából mondtuk is tegnap, hogy te gondolom, hogy ezt már így előre bepromoztátok, hogy 3 héten keresztül törlesztenem kell. De persze, ha valaki ellenállhatatlan vágyat érez, hogy veletek játszon, azért ez nyugodtan. Persze, az majd a jövő héttől mindenki. Az jövő hétfőn telefonáljon, igen. Fél hét múlt pontosan 2 perccel, jönnek a hírek, aztán itt vagyunk mi is. 9 perc van pontosan, 7 óra, hello mindenkinek. Hú, de hirtelen lett vége ennek a Vastag Csabi dalnak. Az új Vastag Csabi dal. Új Vastag Bizony. Csabi dalunk van? Őrült éjjel. Ó, hát egy jó Vastag Csabi dal az. Az mindig jó. És hatalmas koncertet adott a Szimacsarnokban, én láttam az utózőgéket, sajnos nem tudtam elmenni, pedig nagyon akartam, ahogy nyilván Feri is. De igen, gondolom, volt de, ihlet. Én még arra is kanyarodtam, de annyira sok autó állt, hogy nem tudtam bemenni. Mondom, mondtad, hogy mennél, de akkor inkább tovább mész. Ezt megértem. Én is arra kanyarodtam, mert volt egy pillanat, amikor így a nagyanyedről kanyarodtunk befele az Üllőin, a Deák tér felé, és na is az arra van. De láttam az utózőgéket, és imádták. Imádták a koncertet, imádták a Csabit, és mindenki hála akar. Nos, itt volt mindig a rock zenéjed? Mit volt reggel? Jó, drága hallgatók, azért azt hagyd mondjam el, hogy semmi közöm nem volt ez a Vastag Csaba dal. Ez nem az én beköszönő dalom volt, jó? Tehát ez nem azért, hogy Bali visszajött, és azt mondta a Ferinek, hogy Feri, nézd már meg a gépben, nincs egy jó Vastag Csabi dal, mert ki vagyok éhezve egy jó Vastag Csabira. Tehát ez rotációban megy, be van rakva, pont ez volt. Tehát most a metal zenekedvelők, ne az én számlámra írják a Vastag Csabira, nincs hozzá közöm. Az, hogy Jani rovata véget ért, ez egyrészt nyilván öröm azoknak, akik nehezen bírtak. Van, akinek öröm, tehát hogy azért vagy én is azt gondolom. Van, akinek öröm. De érdekes, amúgy, amikor jönnek be ebben a témában az SMS-ek, és akkor valaki rettenetesen, hype-on rettenetesen sajnálja, hogy már nem lesz reggelenként, a következő SMS-ben pedig dorongol, mint az állat, és a hálát ad a jó Istennek, hogy visszatértél, mert hogy újra hallgathatja a Vastag Csabát. Igen, szóval Jani rovata véget ért. Tehát ez kinek fáj, kinek nem, azt nem tudom, de az biztos, hogy nem, helyette nem én kértem a Vastag Csabát. Csak ezt tisztázzuk, jó? Mert nagy a kontraszt most egy másfél rockzene után egy Vastag Csabát. Igen, nem úgy Lady Gaga-t kértél volna. Na itt a Bali, akkor már Vastag Csabi dal. Tehát én mást hallgatok, de a Csabit kedvelem. Nagy az úsztár, nagyon elkapcsolási faktor, eszedbe jutott, mindig kell. Ott volt, hogy elkapcsolási faktor fölvillant. Hogy a másfél hét alatt egy olyan szám volt, ami egy picit jobban kivert a biztosítékot. Hát de egy aranyos volt, igen. Ha már írtak, hogy ha már a rockrajongók is írtak, hogy az túl sok, akkor azt nagyjából tudom, hogy nem, a rockrajongók azok nem írták. A rockrajongók azok hogy még. Leesett az állók, hogy ilyen is megy a Klassz FM-en. A többi 9.900.000? De valójában arról volt szó, hogy ugye elszoktak a rádióhallgatók a vastag hangzástól. Adták egy vastag hangzást? Igen, kaptak egy kis igazi hangzást, amiben pénzt is tolnak. Röfögés, hörgés vagy halálsikoly volt? Mi volt? Nagyon durva? Se egyik, se másik. Semmi? Se sikoly nem volt benne, se hörgés nem volt benne, egyszerűen csak olyan vastag szandja volt a zenekarnak, hát mégiscsak egy thrash metal bandáról van szó. Thrash metal a Klassz FM, mondjuk ez is történelem. Na jó, szóval visszatérünk a régi kerékvágásba. Így van. Ami dob a gép, jó? Viszont most játszunk egy-egy van, ugye, jelen pillanatban, szerda van, már is itt van a játékos. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem.
felkészültél? Jól gondold meg a választ. Halló, jó reggelt! Jó reggelt kívánok, fiúk, sziasztok! Jó reggelt! Na, Vastag Csabit én is bevállalnám, így hallottam, hogy róla volt szó. Na, még igen. Halljuk a hangodon. Hogy... Igen, Gabi, igen? Igen, igen, nem rossz. Mennyi hangja idős, van neki is. Ja, hát hangja is, persze, hangja is van. Hangja is van. Honnan hívtál minket, Gabi? Szigetszermiklósról. Szigetszermiklósról, mit csinálsz? Vállalkozásra, zöldségesen van. Ó, vállalkozás. És te vagy a pultban, vagy neked már áll valakid a pultban? Hát én lennék a pultban most, de most bezártunk addig, amíg celebbé válok, addig bezártunk. Tényleg, én megfordítottad a táblát zárva, és elkeseredett emberek állnak az ajtó előtt banánért, te pedig bent játszol. Kértem, hogy adás, ne zavarja. Igen, adás miatt zárva, óriási. Igen, egy perc hírnév miatt zárva. Igen, így is lehetett volna mondani, igen. Mi a legnépszerűbb nálatok? Mi az, amire büszke vagy? De hát az uborkáimra. De tényleg? Tényleg? Az a Szigetszer Miklós uborka az... Átlagon felüli. Szóval tegnap voltam egy hiperben, olyan fonyat uborkák voltak, mondom, ez a kigyóborka is hogy megváltozott, ilyen kicsike, ilyen vékony, ilyen kis csofat, én nagyon-nagyon hát rosszul néztem. Februárban, februárban, most már március, bocsánat. Génmanipulált uborkák. Nincs Magyarországon GMO, haló, nincs. Elvileg. Hát aztán ki tudja. Hát hivatalosan nem lehet, ha valaki hoz egy génmanipulált uborka magot, akkor abból lehet. Vagy nagyon fonyat kigyóborka volt, vagy nagyon szép zöldban. Hát nagyon kínaiak méretéhez gyertek. Ugye rengeteg kínai van nálunk most már. Kicsi kínai, kicsi uborka. Igen, Sziget-Szent Miklós ilyen kínai kolónia lett? Hát akadott mindenféle. Van románoktól kezdve a kínai. Meg igen, már te is a románok, az jó, mert Gyula is már mindenki a románok ellen küzd. Sziget-Szent Miklós van egymás mellett a Little Bukarest és Little Chinatown. Igen, a Sziget-Szent Miklósi Chinatown nagyon híres, tehát oda egyszerre jönnek. De egyébként a Laki egy adótorony van ott, ha már így a hírességet kérdeztétek, aki egy adótorom. Eredeti vagy már elvitték a kínaiak és állítottak oda egy hamisat. Made in China, igen. Gabi, kivel szeretnél játszani? Veled, kedves Balázs. Nem hagysz regenerálódni? Nem hagyod, hogy egy kicsit átálljon? Nem. Megbeszéltük, kedves kolléganod, de hogy üde friss kipihent, vagy napbarnított, úgyhogy... Szörnyű jetlagem van, úgyhogy nem. Azt utálom, valaki ezt mondja. Nem bírom. Gyerekek, jetlagem. Át kell állnom, ott már délután 2 óra volt, ígyétek el, hogy nagyon, nagyon fura itt. Világítazó betegség. Igen. Oké, Gabi, hát ha szeretnél, játsszuk, megnézzük. Egy grammot nem játszottam, nem is gondoltam erre a játékra. Megmondom a frankót, én sem játszottam még ilyet szó a életemben, úgyhogy ez most baromira meglepett ez a telefonhívás. Csak így poénból elküldtem az SMS-t, aztán hívott kedves kolléganőtök. Úgyhogy most van egy kis para, megmondom őszintén. Hát nem jó, nézzük de hát meg. Itt van. Egy régen harcezett, most már megkopott játékos, egy szűzjátékossal. Mire megy? Jó, mehetünk, Jani? 3, 2, 1, fire! Na, Gabi! Itt vagy? Hallgatlak, persze. Csak ugye elcsendesedtél. Na, kérdezzél. Amit akarsz. Szereted a Forma 1-et? A Forma 1-et? Igen. Ah, köszönjük szépen. Igen, ez így jó. Bocsánat, gyerekek, elő kellett tennem a régi eszköztáramat. De basszus. Én... Elharagudjatok, elnézést, régi a módszer, de még úgy látom, mindig hatásos. Hát, bocsánat, kérek, egyelőre nekem be vagyok még rozsdásodva egy kicsit. Igen, meg úgy, de rosszul játszottam pedig. De, szoktam, nagyon-nagyon szoktam, hogy mit nem szabad mondani. Úristen. De a régi jó Balázs mindig beválik. Na, végül is, így tőlem az elsőre, ez már fél siker volt. Gabi, egy 6 másodperc, ne ostorozd magad, lehetett volna 3 is, tényleg. Szóval, ez már majdnem alulról súroltuk a 10-et. Nem rossz. Akkor nem vágok eret magamon. Sietek valahova, ilyen jó kis játék volt ez. Jó napot kívánok, NAV ellenőrzés, hadnak számlát, nem. Jaj! És már végén. Ne feszd az ördögöt a falra, mert... Igen. Hagyjuk az opekosokat inkább. Na jó, hát Gabi, rövid volt, de nagyon nagy élmény. Köszönjük szépen. Köszönöm szépen, ciao. Szép napot nektek. Hello. Gyerekek, beköszöntem. Ennyi, megérkeztem, szerdán beköszöntem. Jöttem egy gyors 6 másodperccel, ennyi. Muszáj volt megérkeznem. Igen, csak hogyha látnánk mondjuk azt, hogy hányan álltak már a zöldséges előtt, és Gabi látta ezt, és nyitni akart, már nem akarta, hogy elsétáljanak a konkurencia, ezzel akkor bedurantok egy nemet. Ez egy igen gondolta. Látta elúszni a napi vőtevőt, ezért igen. Na jó van, akkor így 2-1. Uh-huh, ide. Gyerekek, visszaállt a régi rend.
mindenki dőljön hátra, mindenki pihenjen, újra vezetünk, nem? Ránk ebben számíthatsz. Maximálisan. Múlt hetet hoztátok? Igen. 2-2-re. Hogy 2-2-re hoztuk. Ja, mert hétfőn best of volt. Hétfőn best of volt. Egy nagyon erős döntetlen? Én a hétfőre készültem rettenetesen. És ott elfogytál. Annyira készült, hogy ott elfogytál. Hát igen. 7 óra pontosan jönnek a hírek, aztán itt vagyunk mi is. 7 óra 15 perccel, hello mindenkinek, jó reggelt. Hello Jani, hello Feri. Hello. Hello drága hallgatók, jó újra reggel. Itt vagyunk. Már hogy ti itt voltatok, nektek nyilván nem akkora öröm már, hogy... De nekünk nagy. Hanem, hogy újra együtt, ezt akartam mondani. Úgy hiányoztatok. Teljesen újszerű az érzés, hogy újra itt vagyunk. Igen, mint tegnap előtt és a múlt héten. Annyit jártam, keltem, néztem, hogy mit vegyek nektek, hogy mit hozzak, hogy a fenének örülne a Feri, hogy jaj, ott van a Jani, hát az Istent vegyek neki, mivel tudom ezt a kis nebulót megvetni, hát mondta. Olyan nagy szíve van annak a fiúnak, ott van az a másik kicsit nagyobb, hát az Istent vegyek, aztán nem vettem semmit. És meg, igen, mi már meg se kérdeztük, nem tudom, föltűnte. Nem, tényleg, már ez kicsit fáj, hogy nem kérdezitek meg, hogy nem tudom elmondani azon elméletemet, hogy tudjátok, egy hazug ajándéknál jobb az őszintén semmi. Ugye? Igen. Egy álszent ajándéknál jobb az őszintén semmi. Igen. Nem hoztam, bocsánat, tudom, de hát... De már el se várjátok, én ezt szeretem. Én ezt bírom, hogy ilyenek vagytok. Már meg se kérdezitek, hogy Bali valami, de tudjátok, hogy nem. Picit lelkünk mélyén bennünk volt, hogy hát, ha most végre... Egyszer eszembe jutottál, hogy hozok neked valamit, pontosabban a Viki mondta, hogy vigyünk valamit a Ferinek. De ez nem most volt, hanem egy pár évvel. Igen, és te megmondtad, hogy kinek? Igen, mert Viki mondta, hogy vigyünk valamit a Ferinek. Kinek? Kinek, drágám? Kinek, édesem? Miért vinnék? Nem. Nincs ilyen nevű ismerősöm. A tájoknál kapható, itthon is van egyébként, póló. Úgy néz ki, mintha tetoválás lenne. Hát, ha láttál már valami förmedvényes dolgot, hosszújú póló, és itt szét van varva az egész. Csak van egy manzsettája, ugye, amit kiderül, hogy nem tetovás. Gondoltam egy olyat neked, csak úgy humor volt, aztán rájöttem, hogy pont nem tudnám vele semmit csinálni. Fölveszed, és úgy nézel ki, mint a szét lennél varva. És az egész testes, vagy csak vagy egész testes, vagy az ujjas, de van egész testes is, de amikor ugye hozzáérsz a karodhoz és meghúzod, akkor látszik, hogy ilyen harisnyaszerű anyag, viszont így feltapad a karra, és úgy néz ki, mintha rommá lennél varva. Szerintem életében egy darabot nem adott még el soha. De itt eszünkbe jutottál, hogy mit szólnál egy ilyenhez. Te meg egy ilyen tájroknál, mert hogy játszanak ők egyébként tájrokot is, elég fura, hogy egy ilyen CD összeállítás. De aztán ez így az ihlet szintjén elmaradt. És amikor már... Figyelj, ez nagyon aranyos. Köszönjük a gondolatot. Igen, nekünk ez elég. Igen. Jó, én meg vagyok. Hoztál tulajdonképpen, mert egy gondolatot hoztál, hogy majdnem vettél nekünk. Majd. Igen, olyan vagyok, mint a népmese, hogy hoztam ajándékot, meg nem. Gyalog jöttem, meg nem is, meg mint a mesztelen vagyok, meg nem is. Tehát azt akarom mondani, hogy gondolati szinten ott voltatok velem. Amikor ezt megláttam, Ferinek, rockzenét, Janinak, csak aztán nem tudtam szárba szökkenteni, de ott voltatok végig, szóval, hogy... Félre rakunk még egy lapáttal, erősítsük meg ebben a gondolatmenetben, és mondjuk azt, hogy csalódtunk volna, ha ezeket hozza. És akkor jó, hogy nem hozta, és tehát ezáltal gyakorlatilag hogy... gondolt is ránk, nem is hozott egy olyan dolgot, aminek egyébként nem örültünk volna, tehát... Basszus, ez majdnem olyan, mintha valami olyasmit hoztál volna, aminek örültünk volna. Már nem hoztál olyat, aminek nem örültünk. Így van. Én ezért mondom, hogy az higgyétek el, az őszintén semmi. Az őszintén semmi. Ugye, hogy örülsz neki? Ez a szerda más, mint a többi, én úgy érzem. De jó. Egy rohadt álszent álságos ajándéknál mennyivel boldogabb vagy most az őszintén semmit? Sokkal. És azt mondja, köszi Bali, csap bele! Egy őszintén semmi, sokkal jobb. Érted? Hát mit tudnak, eleve mit tudnak a tájok a metáról? Biztos valamilyen izében, le vannak maradva 20 éve, csörömpölnek, tájul beszélnek, szót nem értek belőle, lopták az összes riffet a Maidentől, akartam volna én ezt? Nem. Na, látod, boldogabb vagy most? Így rosszabb van, sokkal jobb. Bali, a legjobb ajándék tőled, ha elmész még egy hónapja, írja István. Köszönöm szépen. Igazi őszinte, imádok hazajönni. Ez mindig nagyon jó. Bali jetleget hozott mindenkinek. M3-as Miskolc felé a 87-es kilométernél mérnek Szabi futár küldte nekünk. Ez igen, Nyíregyháza felé van egészen pontosan. Valamint lézertámadás fenyegeti az 54-es főutat Jakabszállás Kecskemét felüli végén Kecskemét irányába. Robert Tóka üzente. 204-es kilométer Pest felé vezető oldalon megint van egy trafi az M3-as autópályánál. VR46 Attila küldte ezt nekünk. Köszönjük szépen. És hát rengeteg SMS, hogy miért menjek vissza a Tájföldre. Elsősorban gondolom rockzene kedvelőktől. Mit szóltál Rogerhez, kérdezi valaki. Ó, te mennyit beszéltünk a teniszről, mint gondolom, hogy minden körülnézzetek, hogy Bali, ha-hó, hát de jó lenne, itt lennél, tudnál Rogerről. Hagytunk azért pár kérdést a témával kapcsolatban, hogy majd fejtehetnek, akik kíváncsiak a válaszra, de csak az mondom, első hogy kérdésem, játszott a Roger? Csak mondom, hogy megsporoltam neked 10 rugót.
mert a zsebedbe hagytam, mert Gyokova játszott a Dubai elődöntőbe, és háromszerben annyira finoman, elegánsan tette Gyokot partvonalra, hogy mint plusz 10-ben vagy. Tudom, altat most Gyoko, legalábbis nagyon remélem. Gyoko egyébként altat, Roger viszont behúzta a Dubájt, úgyhogy csak mondom. És akkor te szívattál ezzel hónapokig, hogy beteg, hogy leszállóák, hogy fáj. Én mindig mondom, hogy még egy Grand Slam van benne. Igen? Én ott ültem egy mojitóval a kezembe, és néztem Rogert egy kivetítőn, csak a Tiny odament, és így megkopogtatta a kivetítőt, mert elment a kép. Mondom, tesó, nem lehet, hogy valamit csináljunk, ez a meccs nekem elég fontos. Akkor odament, kicsit kiszerelte a lencsét, belefújt, hozott egy másikat, az elvitte az egész projektort, hozott egy másik ilyen diavetítőszerűt, amit tekergetett, az nem ment. Szóval egy kis akadásokkal, de meg tudtuk nézni. Kellemesen elkoktéloztunk, elbeszélgettünk ott a nagy semmiről. Nem volt flotta a közvetítés, mert a tájkivetítők nem működnek annyira jól, de mindig volt a sufniban egy másik. Tehát ők ezt azért viszonylag jól megoldják. Ez jó egyébként. Nem ott ülsz, rágod a körmét, vajon mi történt, érted? Elmegy a csávó, visszajön az alkatrészre, berakja, már képzett oda. Igen, ők nem kapkodnak. Tehát náluk egy gombóc vagy a tölcsérbe berakás bruttó 6 perc. Tehát hogy az a szenzációs. Ők nem egy kapkodós lépség. Egy dárc világbajnokság lemegy addig, amíg megcserél, vagy kicserél a képcső. Figyeljetek, viszont segítsetek nekem valamiben, mert én itt kimaradtam most, és kevesebbet interneteztem, de azért így nagyjából követtem az eseményeket. Többek között az ukrán eseményeket is, meg ugye az egészet. Ez a Putyin Nobel békedíj, ezt én értem, de hogy azért ezt nem lehet visszavonni? Vagy most hogy az események tükrében azért itt kiszavaz erről? Nem vagy értem. A bizottságon nem kéne egy kicsit upgrade-elni, hogy én, így gondolják meg? Nem értem a felvetést, mert szerintem teljesen jogos. Ugye ez egy korábbi jelölés már, de most azért legyünk tényszerűek. Lett háború a Krímfélszigeten? Milyen szépen? Kinek köszönhető ez? Putyinnak. Igen, visszavonta a csapatokat? Meghalt egyetlen egy ember is? Nem halt meg egyetlen. Na. Lövések dördültek emberre? Nem. A levegőben? Igen, ember sérült? Így nem van. Sérült. Na. De jogos? Azok üdvözlő lövések voltak. Igen, azok, az örömlövései. Végre itt vagyunk, mi? Igen. Hogy ott ül egy bizottság, és azt mondják, hogy aha, igen, jó, tudom, hogy az ukrán események előtt volt már a voksolás, ő ugye segített az atomfegyverek leszerelésében, mit tudom én, valahol, és ezért mégis. De hogy ilyenkor ez a bizottság, aki úgy dönt, az nem mondja azt, hogy átgondoltuk, láttuk, nem nagyon szimpatikus volt, amit ott csinálnak az ukránokkal, mert a krími félsziget mégiscsak úgy saját maguknak tudják, hát pedig az is ukrán terület ugye erősen, hát most ezt, ezt hogy visszavonjuk. Na, de hát miért kicsit kiváltak, hát ha csinál a közelőbe valami olyasmit, ami miatt nem kell visszavonnunk, egy csomó papírmunka van vele, adminisztráció, tehát teljesen felesleges, annyira kellemetlen. Tehát a FIFA is megcsinálta ugye Cristiano Ronaldo esetében, hogy újraindították az aranylabdás szavazást, mert közben rúgott még néhány volt a fiatal ember, aztán meg is nyerte, tehát hogy van ilyen, hát most érted, Putyin visszavonult az erőket. Hát mi volt ott, érted, Kijevben is, ezek lőtték egymást, ölték egymást, fölgyújtottak barikádokat, és Putyin azért dobta meg magát és a seregét, hogy Kijevről áthelyeződjön a hangsúly, érted, a krími félszigetre. Így a kijevi hagymakupolás templomok éppen maradtak. Igen, van, mit csinál? Pontosan egy, a béke kovácsa ő. Nagy kalapáccsal üt, de a béke kovácsa. Tehát ott a Nobel-bizottságnak lehetne szólni a gyerekek, hát valamit, nem mégis. Vagy most akkor mondjátok azt, legalább most megtartjuk jelöltnek, de ne szavazzatok rá. Hát azért ez itt nem annyira szimpatikus, amit most csinál. Ha megnyeri, azt meg végképp nem fogom érteni, nyilván nem, persze. De... eleve, ugye, hogyha visszagondoltak a nyilatkozatokra, akkor az feketén-fehéren kiderült, mondjuk ő mondta, hogy például azok a katonák, akik ott voltak a Krímfélszigeten, azok nem orosz katonák voltak, hiszen orosz katonai, ő ezt nyilatkozta, orosz katonai egyenruhát bárhol lehet vásárolni. Ezt nyilatkozta. Igen, azt mondja, hogy nincsenek orosz katonák a Krímfélszigeten, nincs, hát legjelentősebb kikötők vannak ott, meg minden, abszolút nem, persze, egy darab orosz katona nincs. Bárhol lehet. Azt a kis gimnosztyorgát bárhol meg lehet vásárolni, amiben ezek vannak. Szenzációs. Hagyja gondolatot, meg tervezték. A többiek meg csak jártak egyet, mert zsibbat volt a lábuk, és gondolták egy kicsit bérkerégés pesdítő lenne, hogyha elgyalogolnának Ukrajnáig meg vissza. Igen, na mindegy, ez érdekes. Orjasztó. Igen, hát az Obama is kapott, ugye, ott még talán meg se választották, vagy megválasztották, és az első Obama, amit megkapott, nagyon az hittek benne. Az a Nobel békedíj volt, és látszott az Obama, hogy talán még ő se érti. Érti, hogy fekete, meg tudja, hogy első fekete elnök, de hát ugye nem nagyon értette, hogy miért. Aztán utána a kérdés, hogy mennyire jogos ez a Nobel békedíj, hát látjuk, hogy mennyi minden nem változott mondjuk a Bush adminisztráció óta, szinte ugyanazt csinálja, nem tudom, hogy jogos-e a dolog. De szerintem egyébként szimpatikus, hogy előben mennek a dolgok. Én például javaslom azt, hogy a jövőben adjunk majd életműdíjakat csecsemőknek. Hát de milyen nézve? Mert jó lehet, meg inspirál. Ugye? Így van. Tehát így ha van. Kapsz csecsemőként egy irodalmi Nobel-díjat, hát akkor elkezd szolgáld meg. Igen, kezdj el szép, fontos, meghatározó könyveket írni, mert te csecsemőkorodban már irodalmi Nobel-díjat kaptál. De ez teljesen egyértelmű. Na mindegy, jól van. Mondjuk ő át is venné.
tudod? Putyin? Szerintem, szerintem most gyerekek ott simán szokszor nem megy el érte, megvárja, míg elhozzák neki a Kremlbe. Igen, és az érvelés ugyanez lenne, hogy ő megoldotta egyébként ugye az ukrán dolgot. Volt lövés, csókol, nem, na, akkor zdravstvujte, dasvidanya, hozzátok a Nobel-békét. Hihetetlen, hogy mit csinálnak ott Oszlóban. Hallottátok, hogy betörtek a NAV raktárba? Na. Mit lehet onnan elvinni? Elvitték. Papírt. Elvitték, most én így olvasom ezeket a híreket, nem tudom pontosan mikor, elvitték a csempész cigarettát a NAV raktárból. Mondjuk hol másút keresni, hát, tök okos. Hogy ez már mennyire szemtelen, hogy a NAV begyűjtötte a kecskeméti raktárába a cigarettát, és azt mondták, hogy nem, hát nem dohányboltokat fogunk mi kirabolni kis tételbe, bemegyünk a NAV-hoz, és a NAV-tól elviszük a csempész cigit. Amit ugye hát ők ott szépen összegyűjtöttek. Ez nyilván egy csomó hamisítvány is van benne. Óriási. Vagy pedig nem fizettek utána. Mert ugye bemész a dohányboltból lopni, egyrészt ott meg kell fenyegessél valakit, mégiscsak nagyobb bűncselek, mi itt meg. Hát gondolom van rajta egy ilyen lakat a NAV-nál, ezt kinyitották, fölpakoltak a srácok, elvitték. Nagyon komoly. De nekik nem örökte meg kellene semmisíteni ők ezt? Ez egy érdekes dolog. Mit csinálnak ott? Egy ideig tárolják, és utána megsemmisítik? Ha gondolom, be kell bizonyítani, és hamis, be kell bizonyítani, hogy nem legálisan került az országba. Jó, Sanyi, te dohányzol! Ez a Barbie. Ez a Barbie ugyanúgy kapar, gyerekek. Arra van tényleg, ez a mezitlába szimfónia, te Józsi, hát te Józsi, nekem ez ugyanúgy bevágott. Te Józsi, nézd már, nekem ez ugyanúgy beütött, hát szerintem ez eredeti. Szóval, hogy milyen cselesek már a rablók, hogy a NAV raktárába mennek? Vajon a cigiért mentek, vagy tudták, hogy van ott más, és közben rájöttek, hogy akkor egy csomó cigaretta van. Valószínűleg tudták, hogy a kecskeméti raktár talán kevésbé őrzött. De lehet, hogy nem is azért mentek, csak azt találtak. Lehet, hogy ezek, hogy hívják, voltak jelmezkölcsönzősök voltak, és azokért a jelmezekért mentek, amiket használnak ugye a NAV ellenőrzésekkor. Érted? Igen. Hogy hívják? Álterhes hast nem találtál? Eljárt a bérlet. De érdekes, hát nekik ezt tényleg meg kéne semmisíteni. Mondjuk lehet, hogy most találták valamikor, és ott felhalmozták. Nagyon kíváncsi, hogy meddig állott a dolog, nem? Tehát a csempész cigaretta, ami lefolyik az eljárás, vagy meg nem, hát honnan biztos jött? Biztos nem lehet, igen. Addig az bizonyíték, tehát nem tudnak semmisíteni, amíg le nem zárják az ügyet. Azt várták a srácok. És akkor nem tudnánk egyébként a rászoruló dohányosoknak kiosztani ugyanúgy, ahogy... Jaj, nem már. Nem, tudod. Hát ugye ez állandó probléma, hogy megsemmisítenek olyan márkás termékeket, amik nem felelnek meg ugye a márka sztenderdjeinek, hamisítványok. Uh-huh. De nem adják őket oda általában hajléktalanoknak, meg rászorulóknak, csak bizonyos esetekben. Na most ebben az esetben. Van egy csomó láncdohányos. Ön dohányzik? Nincs rá pénze, forduljon a NAV-hoz. De azon gondolkozom, hogy a fekete piacon ez valószínűleg drágább lesz. Ezt gondold el. Marbi, a NAV-tól. Nem? Navos cigit. Érted? Annak több lesz az ára. Navos cigit eladni, hogy a NAV-tól szereztük. NAV-borót, tessék! NAV-borót! NAV-borót. Ez mennyivel drágább lesz? És akkor te arra gondolsz, hogy NAV-os dolgozók törtek be, mert őket elküldték valami vizsgálatra, és onnan próbáltak jelmezt szerezni? Az is lehet? Mert ugye a navosok mindig mennek ellenőrizni. Nem? Hát ott folyamatos ellenőrzések vannak. Nem, hogy mennek, jönnek is. Tényleg? Persze. Na, kaptál? Tegnap túl voltunk az elsőn, tegnap délután. Na. Megérkeztek, jöttek menőzni. Azért volt olyan sápat még reggeli. Nem! Hívtalak tegnap este, nagyon remeget hangot. Srácok, baj van, ki tudtok vinni? Két gyereket neveitek fel. Visztek, visztek. A nevetekre. Csak enni kérnek. De mi volt? Nagyon, hát a végére helyesek lettek, de azért volt egy kis csalafintaság. Hányan jöttek? Két hölgy érkezett meg. Ketten fették fel magukat, nem mindegy. Egyébként meg az is, mi van, ha voltak még külső figyelők. Mi van, hogyha ízét között. Köszönjük szépen, ez egy NAV előzős, az étterem teljes közössége feláll és kimegy. Volt valami ismertető jegyük, mint a NAV szagúak voltak, vagy NAV-talin, vagy mi? Nem arra gondolok, hanem, hogy én a NAV ellenőröket még mindig úgy tudom elképzelni, nekem nincs semmilyen egységem, hogy én nem találkoztam velük, hogy szemüveges ilyen ilonkák megjönnek oda, szürke kosztümben leülnek, és messziről kiszúrod őket, hogy NAV ellenőrök, mert annyira életszerűtlen, ahogy kinéznek, de gondolom már ennél modernebb, nem? Két teljesen korrekt fiatal hölgy volt, ilyen 30-as hölgy, normálisan felöltöze, barátnő feeling. Komolyan? Barátnő feeling volt, együtt jöttek be. De nagy. Vagy azt gondoltad, hogy kolléganők, vagy az, hogy barátnők. Bejöttek, és akkor elkezdtek. És ment már ez a Margit mesé, mi van az unokákkal? Így van. Ugye, persze. Hát unoka még nem, akkor miatt, de hogy teljesen normálisan viselkedtek, illetve az egyik volt gyanús, mert ő ilyen kicsit kekeckedősre vette, illetve nem kicsit, nagyon kekeckedősre vette a figurát, és az ilyen tök érdekes volt, mert nem volt rá oka.
a pincér fiú szerint sem, aki őt kiszolgálta, és akkor szerintem az volt, hogy ő ki akarta ugratni a nyulat a bokorból. Ugye? Hogy elkezdesz kötözködni. Igen. Hát, ha hibára kényszeríted a csávót. Igen. Aztán a végén már nagyon... nem voltak ilyen elszólások, mint itt írja egy hallgató, hogy nézze meg, nézze ezt a tányért. A NAV-nál is világosabb, hogy ez a tányér. Basszus, Ilonka, megint majdnem elszóltad magad. Figyelj már, Ilonka, hát ne. Mondtam, hogy nem ott ki az igazi neveme. Igen. Vagy mit tudom, fölvette a mobiltelefonját. Nem tudok beszélni, épp ellenőrzést tartok. Tehát semmilyen nem volt? Nem volt. Nem buktak meg ezzel. A kutyafáján. Nem buktak meg ezzel. Mondd meg a matolcsinak, hogy meg lesz a pénz! Csak hagyjál már dolgozni! Innen is viszünk valamit. És mondom, de volt egy ilyen kekeckedős, amivel valószínűleg azt akarják ők elérni, és ez biztos a technika része, aztán rájöttünk ott, hogy az egyik nagyon rendes volt, szépen megevett mindent, a másik meg ilyen kekeckedős volt. De azt mondja, ez a leosztás, hogy te egyél meg mindent, ha ízlik, ha nem, én majd kötöttem. Úgyhogy ne kötözködjünk mind a ketten, vagy ne együnk meg mind a ketten mindent, nem? Hogy legyen egy ilyen igazi vendég, jó vendég, valami, tehát ők ezt előre eldöntik. Jó, csak ezt Feréknél nagyon nehéz eljátszani, mert minden jó. Érted? Hagyjál már belőle, basszus, a terv! Küld vissza. Mert nyilván neki például azt is tesztelni kell mondjuk egy étteremnél, hogy mi van, hogyha tényleg egy olyan vendég jön be, aki visszaküldi a levest háromszor, hogy nem elég sós, nem elég meleg, nem elég, hogy a fejére borítják-e harmadjára, mert igen, abból is lehet valamit csinálni. Írja itt egy hallgató, nagyon jó, az egyik mondta, hogy jaj, de finom ez a leves, mire megszólt a másik, hogy nyugtával dicsérdem. Hallottad, mit mondott? Biztos ellenőrök. És a végén fették fel magukat? A végén, miután fizettek, kivitték a számlát nekik, ugye visszavitték a visszajárópénzt, és akkor elő az igazolvány, hogy jó napot kívánok, akkor nap ellenőrzés, és akkor mindent kérünk. És volt ilyen nagy nekivetközés, hogy álba jussz le. Maguk azt hitték, hogy Ilonka vagy, de valójában nem is, hanem József, de ha azt hitték, hogy József, akkor is tévednek. Mert valójában... Nem, mert NAV valójában ki vagyok. NAV valójában ki vagyok én. De mindent rendben találtak. Mindent rendben találtak, és a végén nagyon aranyosak voltak, a kicsit kekeckedős hölgy. Csomagoltatott egy túrógombócot. Egy túrógombócot még elvitt, nem, hanem ilyen alátétjeink vannak, mert nincs terítő, és akkor arra rajzolt egy nőt, egy ilyen kedves, helyes kis nőt, de és odaírta, hogy nagyon helyes kis volt nőt. Lerajzolta magát, vagy ez ilyen... Szerintem igen. Kiírta magából a sokkot, és rajzolt egyet, ez ilyen autogramot nem kért magának. Azt írja rá, legyen szíves Rákóczi úr, hogy Martinának, Martina Navratilova. És ilyenek nem voltak közben, hogy te Margit, na vajon mit együnk? Nem volt? Nem. Fia, ezek kínosan vigyáznak. Ugye gondolom, hogy ennél már azért jóval profibbak. Egyébként nyilván profik, hát ezt mi is tudjuk, hogy itt már a szülésznőgyógyászhoz elmennek, a tükrözéssel elmennek, ultrahangra mennek. Hát minden, ez a feladatuk, hát ezzel nincsen semmi baj. De hogy kell menni ellenőrizni azokat, akik nem adnak számlát. Ugye milyen fontos az? Nagyon hely. És aki egyébként rendesen csinálja, az nyugodtan ülhet, mert aztán megköszönték, elmentek, és azt mondták, hogy oké, minden. És ott agyaltunk, hogy vissza kell adni nekik a pénzt. De hát nyilván nem adtuk vissza, hiszen ettek. Érted? Nem, az volt, aki azt mondta, számoltatni. De hát persze, de volt, aki azt mondta, hogy ilyenkor a lóvét vissza kell. És mondom, miért kéne? Hát most a végbértükrözést is megkapja, igen, érted a napos. Hmm. De tetszik ez a kekec vagyok, jó fej vagyok. Ez egy kitalál, ez egy előre kitalált dolog. Ez a én vagyok a jó, te vagy a rossz, te egyél meg mindent, én egy kicsit belekötök, kizökkentem. Ez valószínűleg egy előre leosztott szerep, ezt a kocsiban megbeszélik, nem? Én vagyok a jó zsaru, te rossz zsaru, és akkor így valahogy ezt csináljuk így, hogy ne legyen nagyon feltűnő. És profin csinálták, tehát nem is buktak meg egy pillanatra sem, még a kicsit kekeckedős hölgy se. Tehát, hogy így a pincér srác mondta, hogy nem érti, hogy mi a baja, akkor még nem tudtuk ugye, hogy navigációval érkeztek hozzánk célzatosan. Navigáció, igen. Akkor még nem tudtuk, és mondta, hogy hát olyan furfúri, egy kicsit kekeckedős a hölgy, de hát minden. Nekem ez a professzionális hozzáállás tetszik rohadtul, hogy ilyen konspiráció, hogy csak a végén fedik fel, meg ezt, hogy így együtt járjak, és akkor valószínűleg ők állandó párok is így dolgoznak együtt, mint Starsky és Hatch. Ez nagyon menő. Mit tudom én, Derrick és Klein. Hát tudod, hogy egyszer beszéltünk egy félével ezt. Brutto. Igen, fehér és fekete. Adtak, ugye elmentek egyszer egy tükrözéssel együtt, az arról, igen, beszéltünk, ugye, egy, hogy az egyik kolléga végignézte, hogy megtükrözik a másikat, mert ugye kell a tanú, és ott gondolom egy kőpapírollóval a kocsiba eldöntötték, hogy akkor kőpapírolló. Jó van, papír, te viszont nem tudom, kő vagy. Hogy ki kapja a tükrözést. Tehát nyilván ezt előre felkészítik. Jó, nézzük meg akkor hallgatóinknak. Gondolj a célprémiumra, gondolj a célprémiumra! Meg lesz. Bóravalót kaptak? Vattak?
Azt nem tudom, meg se kell. Igen, kaptak utána. Mindent rendben tetszettek találni. Kérte, hogy erről ne beszéljek. Mennyi borravalót adtál neki, Feri? A borravaló. Itt adják a borravalót. Visszajár. És az ajándékcsomag. És hogy köszöntek el, kérdezi egy hallgató. Na viszontlátásra. De hozzá kell tegyen, mielőtt még bármi, hogy tényleg a végére aranyosak lettek, és elmondták, hogy ez a feladat, jöttek ellenőrizni. Jó, értem én. Reméljük máskor is szívesen, mert végül láthatjuk őket. De örültek a mangalica sonkának. Amit csomagoltunk egy 8 kilósat. Jó, na végezzünk egy kis közvélemény kutatást akkor, hogy kit hogy ellenőriztek már. Jó, írjanak nekünk hentesek, zöldségesek, étteremtulajdonosok, taxisofőrök, orvosok, bárki, aki ilyen területen dolgozik, hogy hogyan és miképpen kapott már NAV ellenőrzést. Ugye a NAV oldalát már hallottuk, megszólaltattuk a NAV szakértőt, ők elmondta, hogy hogyan döntik el, mennek vizsgálatra, mi történik, azt a részt már hallottuk pár hónappal ezelőtt. Viszont a másik oldalt még kevésbé, hogy kit hogy próbáltak ellenőrizni. Vendéglátóipari egységekben, tényleg orvosoknál, rendelőkben, bárhol, ahol ugye számlát kell adni, jó? Nézzük meg, hogy milyen az élet NAV-os oldala. Fél nyolc pontosan 5 perccel. SMS számunk változatlan, ide várjuk az SMS-eket. 06-70-645-00-00. Jövünk a hírek után. 3:48 lesz, vagy múlt 2 perce. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Nehéz visszaállni, ugye? Főleg jetlaggel. Teljesen más ott az idő, meg máshogy írják, meg el tudod, hogy muszáj. Akkor a jetlagem van, te, hogy szétesik a fejem. Na, NAV-on fáradt vagyok. Na, itt vagyunk, ugye arról beszélgetünk, hogy ellenőriz a NAV, mert a hírek előtt szó volt arra, hogy betörtek a NAV raktárába, Kecskemétre, és elvitték ugye csempész cigarettát. Erről beszélgetünk, hogy mennyivel ér többet a fekete piacon a NAV-os cigi, ami már ugye a NAV raktárat is megjárta, majd Feri elmondta ugye, hogy kaptak ellenőrzést. És ugye a NAV-osokat mi már meghallgattuk 2 hónappal ezelőtt, hogy ők milyen módszer szerint ellenőriznek, meg hogy készülnek erre fel. Viszont hallgatókat még nem kértünk, hogy írjanak nekünk, akik már átestek ellenőrzésen. Most nem azért, hogy jogos vagy jogtalan, vagy ő igazat ad-e a büntetésnek, vagy nem, hanem egyszer csak hogy álcázták magukat, mit mondtak, mi hogy viselkedtek, mit csináltak, hogy dolgozik a NAV, csak erről akarunk egy kicsit beszélni. Nagyon helyes SMS-ek jönnek egyébként, és nagyon sok. Hát a legtöbb hallgatónk, aki ugye ebben az iparágban dolgozik, a szolgáltatóiparban már túl van egy-két ellenőrzésem. Kutya kozmetikában tegnap volt egy telefonos bejelentkezés, már ez is nagyon gyanús, ma itt ez a téma, pont. Nagyon precíz leszek ma. Persze, mint mindig, írja nekünk egy hallgató. 2 agyontetovált, kigyúrt fazon, vizes fürdőgatyában percekig vitatkoztak, hogy mit tegyenek nálam a strandbüfében. 2 hotdog után mutatkoztak be, adóellenőrök voltak. 2 agyontetovált, kigyúrt fazon, vizes fürdőgatyában. Kemény, nem? Hogy tulajdonképpen már tényleg mennyire jól csinálják. Feri, kértek a csajok navokádó szósz? Én egy szoliban dolgoztam, nyáron szoktunk ingyen ásványvizet kitenni a vendégeknek, egy ellenőrzés során, miután leszoliztak, elkezdték inni a vizet, és minden pohár után megkérdezték, hogy még ez is ingyen van. Pár pohár után feladták, egy picit feltűnő volt, írja Csilla, ugye nem kellett számlát kapni, igen. Kávéházban dolgoztam egy piaccal szomszédosan, nem volt áfagép, és az egyik alkalommal szóltak a piacról, hogy jönnek még régen az apehosok, mert a piacon már voltak. Kivittek, és megmutatták, hogy kik azok. Majd amikor bejöttek, fizetéskor találomra egy másik asztalra mutattam, hogy az úr vendégei voltak. Kicsit nézegettek, vártak egy ideig, aztán feladták és elmentek. Ez ügyes. Ugye egyrészt a riadó lánc, hogy szólsz rögtön az összes szomszédnak, hogy gyerekek, baj van. Igen. Munkásruhában fagyizni jöttek, szépen beültek, a végén fették fel magukat, Orfeusz írja. Tehát, hogy munkásruhában is mennek, már elképesztő. Haverom kocsmájába ment 5 melós, az egyik leggagyibb piát kérték, fogyasztottak is, majd a végén az elszámolásnál, persze, hogy a haverom nem számlázta, bukta volt, navosok voltak, utána az utcáról jöttek az öltönyösök is. Itt van egy hallgatónk is, jó reggelt, hello Sanyi! Hello, sziasztok! Hello! Na, te hogy kaptál ellenőrzést? Na, hát konkrétan a sztori az, hogy ugye csináltam magát, hogy ezt a látszeriskolát, hogy egy optikai cégnél dolgozok, ugye, és akkor éppen tanuló voltam. Az első hetem volt a boltban, ugye bejött ugye egy ilyen középkorú úriember, és akkor ugye ki kell menni hozzá, hogy akkor miben segíthetek ugye a pult mögül. Oda mentem, kérdeztem, és akkor hát mondta, hogy a szemüveget szeretne vásárolni, és a boltba el kell képzelni, körülbelül olyan 300-400 keret van, a férfi oldalon 200, ez összesen végig kellett menni, és hogy az neki miért jó, miért azt akarom, stb. Milyen anyagból van, hogyan gyártják, meg minden.
ez körülbelül egy órás sztori volt, akkor leültünk lencsét választani, hogy milyen lencse legyen neki a keretbe. Ott is mindent átbeszéltünk, hogy milyen lencse legyen, és hogy miért olyan réteg van rajta, és hogy az neki miért jó. Akkor még kitértünk a kontaktlencsékre, hogy mi lenne, hogyha inkább ő azt venné, meg stb. Na, nagy nehezen megrendeltük neki a szemüveget, és akkor mentünk ugye a kasszához. Fizetett, én adtam neki a blokkot, és akkor elárulta, hogy akkor voltak éppen ő kicsoda, és megdicsért, hogy egy tanulótól, ugye kim volt ugye a tábla a mellkasomon. Ó, már oda! Elvágták a vonalat. Ez navon gyanús. Gyerekek, ez navon gyanús. Megszakadt, ugye? Hoppá! Na, de hogy mi értelme van egyébként fél óráig próbálgatni, vagy bemenni és azonnal vásárolni? Tehát, hogyha azon gondolkozom, nem csak, ugye, hogy én adóellenőr vagyok, én le akarok valakit buktatni. Fél óra alatt építek olyan bizalmat, hogy akkor már azt gondolhatja, hogy nem vagyok ellenőr, és akkor nem ad számlát, mert ennyit egy nav ellenőr nem kérdez? Értitek, hogy mi a kérdés? Nem, kérek egy szemüveget, melyiket? Azt a félret. Ez jó rám? Fölpróbál kettőt, akkor ugyanúgy nem adok számlát, mint fél óra után. Vagy fél óra után már azt gondolod, hogy igen, annyira hogy akar, nem lehet ő navos. Hogy ő nem lehet navos? Nem, egy navos nem válogat ennyit, tehát az bejön próbavásárol, ezt gondolod szerintem. Itt vagy, az igazán profi, az fel se fedi magát. Igen, közben visszatértem a vonalba. De akkor minden rendben volt, tehát megdicsértek. Persze, uh-huh. Akkor utána akkor azt mondta, hogy akkor ez elhoztam akkor neki, vagy hoztam ugye a várt szintet, és akkor ő meg van elégetve a bolttal, kezet fogtunk, és akkor ez annál ő ki is sétált. Aha. Azt hittük, hogy egyébként azért szakadt meg a vonal, meg központilag megszakították, megnyomálták veled, hogy nem beszélsz a részletekről később. Azonnal bontották a vonalat. Na jól van, akkor nálad minden szerencsére, igen. Úgyhogy pont a boltvezető akkor is jött ki egyébként, mert árut ellenőrzött, és akkor pont láttam, amikor köszönte, és akkor kérdezte, hogy ki volt ez, hogy te kezet fogtál vele, és akkor mondtam neki, és akkor láttam, hogy így elkezd így izzadni, meg stb., de akkor mondta, hogy jó van, akkor sikerült megoldani a helyzetet. És mondta neki, hogy fél kezet fogtam, viszont számlát nem adtam. Igen. Valamit rosszul csináltam, főnök. Olyan szimpatikus vevő volt. Sanyi, köszi, ciao. Nagyon szívesen, sziasztok, hello. Minden rendben volt, ugye, ha jobb fiókból adtál számlát, ha jobb fiókból. A Viki mondta, hogy ő látta az érdi tetyóban, hogy játékrepülő árusnál egy apuka a gyerekkel. Apuka a gyerekkel. Aha. 20 percig reptette a különböző repcsiket. 20 percig kipróbálta kb. 6 repülőt. Majd ugye hát a végén bejelentető hallotta, mert pont ugye ott mellette van egy patika, és akkor a patikába is kint állsz az utcán, és mellette van a játékban. És a végén jelentette be 6 éves forma gyerekkel, hogy ő akkor szeretné mindenféle műszaki engedélyt, meg különböző árusítási és egyéb igazolásokat elkérni. Még azt is látta, hogy egy csomó vevő nyilván elment, ugye nem volt kellett megvárni a papírunkat, de nem is ez a lényeg, hanem hogy... Saját gyerek vajon? Ez saját egy érdekes, gyerek vagy navos gyerek? Ez egy érdekes gyerek, dolog. Szerintem egyértelmű, és még azok, akik körbeállták őket, és azt mondták, hogy de aranyos, hogy játszik, még ők is navosak. Tehát lehet, ez egész egy Truman Show, ahol van az árus, tudod, és a vizet kérő néni a patikában, a gyerek, az idős, és még a kutya is, és mindenkiben kamera van. Ez egy nagy Truman Show. Egy ember volt, aki nem, az az árus, akit ellenőriztek egyébként, mindenki, kivétel nélkül. Jó, figyeljetek, hát ez a dolg. És később állt össze az ő fejében. És hogyha ugye rendesen végzed a munkádat, akkor nincs ugye? Baj. Féljen az, akinek van rejtegetni valója. Ugye? Bizonyám. És később állhatott össze a fejében az egész történet, a részletek, amikor látta, hogy igen, ott az előbb lejtett egy nő egy virágcsokrot, egy másik lehajolt érte, és kivillant egy kártya. Egy fényképes kártya, ami rá volt csiptetve. Az ő ingének az jobb felső zsebére. Gyanús, igen. Varodába beszaladt egy hölgy, leszakadt a gomba szoknyája, mindjárt indul a busz, felvarták, majd nem kértek pénzt. Kiderült, hogy ő is NAV ellenőr volt, írja egy... Arra nem büntethetnek meg ez Nem, csak fölfedte magát, hogy aztán vagy volt fizetés, vagy nem is írja, de fölfedte magát egyébként, igen. Tehát Ilonka volt. Ilonka. Na jól van, oké. Okay. Hát köszönjük szépen az SMS-eket, még rengeteg van egyébként, nagyon sokan kaptak ellenőrzést, de ennyi fért bele. Így van. Ez egyébként szerintem az egésznek a lényege az, és ezt a tanulságot mindenkinek meg kell tanulnia, hogy tényleg a pillanatnyi az, hogy nem ér annyit, mert több nap, mint kolbász. Köszönjük, Jánosz! Jön előre! Óven bácsival és Beru nénivel játszunk már is. Óven bácsi és Beru néni. Nem gond, ha nem vágod a párologtatók bináris nyelvét. De ha jó a fület, kitalálhatod, mit dúdolnak a bucka lakók vidám szomszédai. Óven bácsi és Beru néni. A párafarm csalogányai. Halló, jó reggelt! Jó reggelt! Hello! Kriszti, hello! Hello. Honnan hívsz minket, Kriszti? Budapestről. Budapestről, de jó. És mit csinálsz? Barok.
De hogy ez a munkád, vagy elszakadt a gyerek zoknia és a tornádról? Nem, ez a munkád. Ez a munkád, már benne is vagy, gondolom. Igen, igen, persze, héttől kezdünk. És mi készül a kezed alatt éppen? Függöny. Ó! Egy jó, miért örültem ennek ennyire? Hát már minden, én szerintem ma mindennek örülök. Ez Budapest, de jó, fegy a pozitív vagy. Eső, esik, novellenőrzés. Jó, ezt, gyerekek, ez holnap már nem lesz így nyugi. Ma még szabadságos vagyok. Ma még tele vagy a pozitív energiával. Holnap már nem fogok örülni egy függönynek. Trafipax, hey! Igen, majd nagyon boldog vagyok. És igen. Hát jól van, Krisztin. Hányan vagytok ott a varodában? Hárman. Akkor ez egy kicsi varoda. Nem kicsi, de... Csak még a többi. Elegem. Oké. Most azon gondolkodom egyébként, hogy vajon amikor Owen bácsi megvette a Javáktól azt az aranyszínű protokoll robotot, akkor kapott? Akkor vajon? Akkor kapott szerintetek számla? Mi volt az ügymenet, igen. Mutatjuk, mit csinál Owen bácsi Beru néni. Figyelj, Kriszti. Igen. Chips test. Robogtatnak? Igen. Nem csobog. Valamit csinálnak. Na figyelj, mutatjuk, mit énekelnek. Egy rövid részletet fogsz hallani. Hát ez egyszerű, mint a faék. A színezd újra. Hey! Jó, a cím is nekünk. Bizony. De vagy egy pillanatra távolabb mentél, vagy pedig nem te voltál az, aki a helyes választ mondta. Igen. Nem én voltam. Ki volt a kollégina, igen? Igen. Éva, ugye? Nem azt mondtad, hogy Éva vagyok? Nem, Kriszta vagyok. De nem vagyok, aki mondta. A segítő. Nem, Olga. Olga. Mert hogy csak azért akkor, mert hogy Olga nyert, Kriszta, téged pedig kizárunk a játékot. Jó van. Jó rendben van. Benne van minden az ajándékcsomagban, úgyhogy kapjátok, jó? Egy két hét és megérkezik. Jó, köszönjük. Köszi a játékot, jó munkát, ciao. Sziasztok, köszi. Hello. Van egy trafi az M3-as Miskolc felé vezető oldalán, a 87-es Kavics után a pihenőből mérnek, úgyhogy ott mindenki vigyázom. Ezt Pumpi küldte nekünk néhány perccel ezelőtt. 3 perc van, 8 óra jönnek a hírek, aztán itt vagyunk mi. 8 óra múlt pontosan 13 perce, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Szerda van, a hét közepe, itt vagyunk újra már együtt. Hello Jani, hello Feri. Sziasztok. Hello, drága hallgatók. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hát és látom, hogyha vannak dolgok, amik nem változnak. Delhúz a John még mindig olyan szép, mint régen. Itt közben nálunk a tévé is megy, kapcsolgatunk össze-vissza, és az egyik kereskedelmi csatornán Johnny új hajjal húdít. Ez nekem nem volt még meg, ez a frizurája. De helyes mindig. Teljesen meglepő. Most már közel 60. Johnny? Aha. Nem, és vagy el is múlt, de 60. Egyébként igazságos. És nézd meg, azért. És még mindig. Sima arc. Nagyon jó szól, azt írta magát. Ki. Írta ki, vagy Buzuki, vagy mi szólt? A Buzuki hangja szól. A Buzuki hangja még mindig szól, gyerekek. És jobban néz ki, mint Rütko. Bár ezzel... Na, mondjuk. Igen, de hát tulajdonképpen... De Tatár Csillánál nem néz ki. Igen, ez a kaukázusi kefir is jobban néz ki, mint Rütko. Tatár Csillánál viszont nem néz ki jobban. Igen. Mi lett az Eurovízióval, gyerekek? Néha, hogy sétáltam ott a tengerparton, és úgy fölüvöltöttem, hogy Istenem, tégy próbára, adj valami hírt, hogy ki jut ki az Eurovízióra. Most mi van most akkor ott? Nem tudom a híreket. Parád és véghajrá volt, a csodálatos műsorral. Igen. Kérlek szépen, Kálai Sanders Andrásnak szavazta meg a nagy különbség, hogy mehet. De ez miről szólt, hogyha nem ő, akkor megint bújó lesz? Vagy ez már hogy? Ja, nem. Vagy azt mondják, hogy Sanders megnyered, adjuk a fenébe az egészet, nyerd meg, csak everekedj az ártatlanság vélelme mindenkinek jár, hiszen az ügy még vizsgálati szakaszban van, hogy lehet. De neki valami bunyója volt, rosszul igen, mondom, hogy igen. Én úgy tudom, hát én felszínesen olvasom a bulvárt, de tudom, hogy valami bunyóba keveredett ő, hogy ott ki volt a hibás, vagy csak megvédte a barátnőt, nem tudom, nem is akarok ítélkezni, de bunyózott. Beszóltak anyura. Anyura beszóltak. Hát annyit meg kell védeni. Anyura beszóltak, és aki beszólt véletlenül egyszer csak elesett a földre. alá esett Kálai Sanders András cipőjének. Így van. Gyerekek, figyeljetek, ha anyura beszólnak, hát én nem vagyok egyébként erőszakpárti soha, de azt gondolom, hogy azért ez egy férfias fellépés. A 8 napon túl gyógyul, talán nem annyira szerencsés. Igen, de picit. De anyura ne szóljanak be. Hát egy férfi kötelessége anyut megvédeni. De itt valami komolyabb ügy van. Tehát itt rendőrség, meg tehát ez nem úgy van, hogy ott elestek, birkoztak egy kicsi arakást, ittak utána egy felest és hazamentek. Nem, nem, nagyon, van. Nagyon megvédte anyut. Ja, nagyon túlságosan megvédte anyut. Túlságosan is spicces volt, nem csak olyan értelemben, hogy ívott valamit, hanem még a spicét is használta többször is. Igen, és ráadásul állítólag többen is megvédték anyut. Tehát, hogy a barátainak is szólt, hogy védjük együtt.
nyújtani. Gyerekek, jár az agyam, már megvan. Már megvan. Tehát Eurovízió live, amikor a magyar fellépő fellép, akkor látjuk a Gyorskocsi utcát, vagy a Markó utcát, ahol viszik őket, és Kállai Sanders pedig bentről előadja azt a dalt, amivel lenyomta még Király Viktort is. Ilyet nem lehet? De. Egy a magyar ember, aki nem jutott ki az Eurovízióra, de hát őt küldte az ország, de jelen esetben ő mondjuk börtönben van. Ha börtönben lesz, nyilván nem megy börtönben. De akkor már legyen számcsere stílszerűen a börtön ablakában, nem? Tehát, hogy akkor... Mert, hogy, és ha neki közben ügye van, és mondjuk eljárás indul, vagy vádat emelnek, vagy valami, akkor kiesik, és akkor a második megy? És akkor megint lesz egy ilyen valaki visszamondja, az a második. Nem tudjuk, hogy ki a második, mert nem volt sorrend, tehát a négyből már csak azt hirdették ki, hogy ki az, aki megy. Tehát ott nem tudjuk, aztán a Bogi volt benne, a Király Viktor. Micsoda húzó neve. A Király Viktor jó. Viktor volt benne, és... Igen. Nem tudom, még kicsoda, bocsánat, majd hallgatok, mindjárt megírják, de ott már nincs sorrend, de bent tudják a sorrendet, tehát lehet szólni a második. Tehát akkor ott volt a Nyusziéknak a banda, a New Empire például, amit én nagyon kedveltem. Ők nem jutottak be a négybe. Az nem baj, majd a Filipék úgy intézik, hogy legyenek ők a második. Most lehet, hogy így hallgat minket, azt mondja, hogy tényleg, ki legyen a második. Gyerekek, még mindig mondom, hogy Szintiba és Ilonka. Tehát, hogy higgyétek el, hogy alternatív dolog kell az Eurovízióra. Szintibolyt és Ilonkát akarom látni az Eurovízión. Előbb-utóbb átütöm ezt nem a Filipékkel, hogy higgyenek nekem. Nem jó, mert nem biztos, hogy elengedi Ilonkát a NAV. Dolga van. Ha valaki nem ismeri őket YouTube-on, csak üssétek be, Szintiba, Ilonka, Balázsok felfedezetjei azóta már ugye csiliárdosok lettek, és állandó hakliuk van, most nem tudom, régen sok volt nekik, most talán egy kicsit kevesebb. Most Celine Dionnal küzdenek egy Glastonbury show-ért. Igazából a Bellagio most kínált nekik egy egész estés szerződést, még vajudnak, hogy elfogadják, mert közben meg a Mirásba is nagyon komoly alkudozásokban vannak a Vegasban, de higgyétek el, ha Kállai Sanders esetleg kidől, mert ugye jogerős lesz az ítélet, ami nyilván nem tudom milyen stádiumban van, meg egyáltalán lebege ez a kard a feje felett. Hagyjuk a francba Bogit, meg Király Viktort, meg mindenkit, Szintiba Ilonka. Ennyi. Nem? Ha nélkülözni tudja őket, Robin Williams az új turnéja. Higgyetek el, hogy jó lenne. Szóval a Kállai lenyomta a Király Viktort. Kállai mindenki. Így van, nem, mindenki ő, nem, ő nem volt benne a bunyóban. Ja. A mindenkit megvert, mindenkit nagyon megvert. Full Moon volt a negyedik egyébként. Full Moon. Igen. Igen. Az is egy érdekes kísérlet lenne őket kiküldeni, hogy mit szól hozzá Európa, hogy kiállod a öt fő jóképű személy, és akkor ott énekelnek, mert ők csak ugye ének van. Tehát ez, amiben az Erdély Mónika volt férje, és benne van? Vagy ez nem az? Vagy most hülyeséget kérdeztem? Nem, ebben a vippes srác van benne. Rakoncai? Nem, ők nincsenek benne. Julien? Brandon? Nem, az meg az is sajnál. Na jó van. Úgy emlékeztem, hogy popzenébe otthon vagy. De kicsoda, Julien, a Brandon, vagy a Levi T, vagy az Ogli G, vagy az. A Julienben pedig a Ferival otthon. Julienre vágva. Julien. Na jó van, mindegy, jó van, megnézzük majd. Na. Tényleg, ha idén nem szerepelünk, jó jövőre Szintiba Ilonka. Támogattok ebben a kezdeményezésben? Nem, én a New Level Empire-t szeretném kiuttatni. De, na jó, legyen. Legyen. Jó, legyen, na. Legyen Ilonka és Szintiba. Annyi minden történt, amíg nem voltam itthon. Bizony, komolyan. Átolvasom a bulvárt, falom a híreket, töltöm az agyamat, hát itt hihetetlen, hogy micsoda hírözöm volt. De hiányzott, ugye, minden egyes hír. Igen. Mutathatod, hogy Schwarzi új filmet forgat például. Így meg van. A Terminátor is csinálja. Van, gyakorlatilag csinált egy hardcore akciófilmet Szabotás címmel. Külön be kell lépni egyébként, az embernek meg kell erősítenie az életkorát ahhoz, hogy megnézhesse a cenzúrázatlan trélert, ami a filmhez készült. Egy igazi nagy comeback lesz. És csak mondom, hogy csinálja a Terminátor, gyerekek. Terminátor. Újra Schwarzi. Hát az többi nekem könyvbe lábad a szembe, aki azért nagy Terminátor fan volt, főleg még az 1-2. Egy ilyen berosdás. Az egy konkrétan egy méhtelepen jártam. Az az, hogy Schwarzi beviszik a méhbe. Kapnak, értem, nem tudom, 6000 forintot, és Schwarzi a méhben öntudatára ébred újra. Így. Egy magyar méhben forgatják ráadásul, ugye, és itt valahol Kőbánya Kispesten egy magyar méhben öntudatára ébred a té nem tudom hány ezres. Valaki a hón alá csapja a csatornafedelek mellé. elviszik be az esőben, rosda. Figyelj, én nem tudom, én úgy vagyok vele, hogy őt még mindig bírom. Tehát, hogyha ő 80 semmilyen éves lesz, és még akkor is azt mondja, hogy mindjárt visszajövök, ugye, vagy aztán a visz, tehát ez egyszerűen neki jól áll. Tehát, hogy nem tudom már egy Terminátorban mennyire tud majd ő verekedni, mert hát ott azért komoly jelenetek vannak.
De nem lehet, hogy ami öreg Terminátor tippeket ad fiatal Terminátornak? Vagy... Figye, tulajdonképpen ebben semmi meglepő nincsen, mert nem kell nem. feltétlenül minden egyes Terminátornak egy fiatal, kigyúrt, erejtejében lévő férfit ábrázolnia, hiszen pont a Terminátoroknak az a lényege, hogy beépüljenek a lázadók közé. Na most ahhoz kellenek idősek, fiatalok, gyerekek. De a Terminátor nem öregszik. Tehát A belső szerkezete nem, de a külső élőszövet az lehet bármilyen. Hiszen élőszövet a belső fémvázon. Így van, kibernetikus organizmus. Hát hogy azért elég könnyen ki lehetne szólni egy Terminátort, hogy mindegyik ki lehet egy mennegnek oda, és mindegyik én ezt a lépja le, olyan furcsa, mint hogy egy kicsit egy kaptafára készültek volna a srácok. Igen. Na mindegy, szóval őt ebben látni, az könyvfakasztó lesz. Nagyon. Igen. És tényleg a Szabotásnak a trélerét nézze meg mindenki, aki érdeklődik, meg nyitotta az ilyen old school akciófilmek iránt. És rettenetesen jó szereposztás, és tényleg, hála Istennek, most nem a 16 pluszosokra lőtték be. Igen. A gyerekek nem fogják megnézni. Viszont Oscar gálát nézte valaki? Csak egy mondatot még róla, hogy álltak dögunalom volt, tehát teljes unalomba fulladt az egész, az Ellen DeGeneres műsorvezető egyáltalán nem működött, és tök unalmas filmek kaptak meg itt Oscar, most annyira utálom az akadémiát, hogy egyszer rosszul vagyok, komolyan. Tehát a Leonardo megint nem kapott, pedig zseniális volt. Ne gyere már ezzel, zseniális volt. Halálra díjazták a 12 év rabszolgasságot, ami egyébként nyilvánvalóan az Oscar gálára készült, halálra díjazták a Gravitációt, de hogy így... Na, de minden film az Oscar gálára készült. Nem úgy értem, hanem a 12 év rabszolgasságot az összes klisével, és minden együtt tipikusan arra készítették, hogy ez egy ilyen nagy Oscar eső legyen. Míg egy nyomorúságos Oscart nem adtak a Leonardo DiCaprio-nak, a 70 éves taták, akik ott ki kell ülnek. Érdemelni, nem csak úgy elszínészkedünk itt az elmúlt időkben, valami maradandót kell letenni az asztalra. Te is tudjátok, hogy azért ez a politizálgatás, tehát olyan értelemben, hogy azért ennek is adjunk, annak is, neki tavaly adtunk, akkor idén ne adjunk, ő nem annyira fontos, ő nem nincsen velünk annyira jobban, láss például Leonardo DiCaprio, ugye ő azért nem egy ilyen szerethető alkat, stb. Ugyanakkor meg azt mondja, fiatal, jóképű és tehetséges, ezért egy ez már baj, egyébként ugye forgatott egy filmet egy tőzsdecsalóról, aki egyébként drogozott, csajozott és imádta az életet. Igen, hát, de ő azt, hogy ő fiatal, tehetséges és egyébként napjaink egyik legjobb színésze, azt nem is rejti a véka alá. Tehát, hogy van egy határozott önképe. Egy határozott önképünk mindig jobb, mint egy masszív önbizalom hiány. Tehát az nagyobb csapás. Viszont a filmkínálat az nagyon jó volt. Az jó volt, igen. De Matthew McCartney azért, hogy kinőtte magát itt 3 év alatt, nem? A hasizom most csávóból meg a színész lett. Az V-kategóriás filmvégjátékok eljutott egészen. Az Oscarig, igen. Na, egy taxis, akinek érdekes a történet, erről akarunk beszélni, aztán megint egy kicsit kutakodni, hogy esetleg Magyarországon vannak-e hasonlók. Ez Edinburgh-ban történt, egy szokásos fuvart hajtott végre az egyik reggel, forgalma nem volt, és egyszer csak beült valaki egy szép reggelen, és egyszerűen nem tudta, hogy egy rablót szállít. A vendég ebben a taxiban... Azt hitte, sielős is a fél. Igen. Elvitette magát egy bankhoz, majd kérte a sofőrt, hogy várjon rá pár percet, amíg ő bemegy a bankba, és elintézi a dolgát. A sofőr nem tudott erről semmit, félreállt, és kb. 6 perc után állítása szerint megjelent az ember kis és sietősen a bankból, beült a kocsiba, és mondta, hogy akkor hajtsanak el valahova. Mint kiderült később, hazavitette magát, nem? Tessék? Hazavitette magát a buli után. Azt nem tudom, hogy hova vitette magát, viszont mint később kiderült, hogy bankot rabolni ment be a bankba. Kirabolta a bankot, fegyverrel fölvette a maszkot, kirabolta a bankot, a taxis kint megvárta, beült a taxiba, és hát angolosan távozott taxival a bankrablás helyszínéről. De azért ehhez kell lélek jelenlét, nem? Ezt még a Whisky se csinálta, hogy taxival ment, meg taxival jött. Tehát azért ez nagyon flancolós, nem? Taxival a kidolgozás pillanatain gondolkodtam én el, amikor ezt a hírt hallottam, hogy ült otthon, azt mondja, hogy a bankot fogok rabolni, oké, csukja, megvan pisztoly, megvan nylon zacskó, megvan, mivel menjek? Csak hívok egy taxit, igen, nem? Hát legyen más stílusa a dolognak. Tehát normális. De egyébként az ötlet... Készpénz. csak visszafele. Igen. Na most várjál, a taxisofőrt is elővették, hogy a taxisofőr összejátszott-e a bank rablóval. Mert ugye azért az nagyon fura, hogy te nem tudod, hogy bankot rabolni mész. A taxisofőr elmondta, hogy neki ebben semmi fura nem volt. Elment, leigazolta a fuvart, megvárta, bement a bankba, visszajött, és ő elvitte oda, ahova kérték. És kihallgatta a rendőrség, mert hogy egy időben ő is gyanúsított lett. Hát, hogyha mondjuk a taxiban öltözött át a rabláshoz, akkor azért elgondolkodik rajta az ember, hogy érted, hogy bent fűtenek a taxiban, és azért szállt ki a hidegbe már, símaszkban.
Érted? Tehát, hogy akkor esetleg előfordulhat, hogy összejátszottak, vagy hogy gyarús lenne, hogy összejátszott, de egyébként meg miért? Na most, ha én taxisofőr vagyok, és valaki símaszkban ül, akkor én azonnal hívom a rendőrséget, és megállok egy bankkerül. Hát elég gyanús. Itt 15 fokban elég gyanús. Ja, akkor azt, hogy álljon meg itt a gyroszosnál, és 20 méterre van egy bank, és ő kiszáll símaszkban, akkor nekem kötelességem szólni a rendőrségnek, hogy én egy olyan utas tettem ki, akiben símaszkban volt. Hát hány olyan utas van ma Magyarországon, szerintem, akiről órákat tudnának mesélni nekünk a budapesti meg a magyar taxisofőrök, mert hogy különcök, fura szokásaik vannak, megállnak egy fura helyen, kitetetik magukat. Nem örülnek neki, hogyha a hátuk mögé ülnek, és nem pedig előre az anyós üléshez és a periférián kívülre. Tehát, hogy persze, biztos, hogy van egy rakás ilyen kifejezetten, akár még gyanúsnak is mondhatom, sőt, szerintem így a törzs vendégek között is van ilyen. De nem szabad a látszatra hagyatkozni. Én emlékszem, amikor annak idején postás voltam, akkor a legjobb ügyfelek, azok, akik a legtöbb óravalót adtak, azok így első ránézésre nem voltak túl bizalomgerjesztőek. Tehát voltak köztük ilyenek is. És szerintem a taxis társadalomban is vannak ilyen arcok, akik amikor először be akarnak szállni a kocsiba, vagy beszállnak a kocsiba, akkor végignézel rajtuk, vagy így tudod, már így keresed, ahogy hívják ott a CB-t, hogy szóljál a haveroknak, hogy jöjjenek. Igen, de biztos, hogy nem csak úgy fura utas valaki, hogy mondjuk furán néz ki, tehát szerintem Magyarországon is nagyon sok olyan taxis visz nagyon sok olyan utast, hogy fogalma nincs, hogy mit csinál az ember egy bódé előtt mondjuk 10 percet. Igen. Vagy azt mondja, állj meg itt, ebbe a házba nekem be kell menni egy percre. Vagy fura szokásai vannak, vagy furán fizet, vagy minden nap ugyanúgy 4 órakor odahív egy taxit, elmegy vele 10 métert, kiteti magát, de nem mondja meg, hogy hova megy. Igen. Hát hány ilyen van? Nem? Olyan furán viselkedett, bement egy épületbe, aztán csörömpölést hallottam, kiszaladt, visszafordult kettőt visszafelelőtt, utána feltette a hátsó ajtót, bedobott egy rohadt nagy zsákot, amiből 10 000-es kötegek hullottak ki, és aztán mondta. Na de várjál, te mondjuk taxisofőr vagy, és téged leintenek a bank előtt úgy, hogy valaki nagyon rohan ki a bankból, és van nála egy nagy szatyor, és beül, és azt mondja, hogy hajtson el a Clark Ádám térhez, te megkérdezed, hogy egyébként hova sietünk, vagy azt mondja, hogy nem érdekel, most kijött a bankból, nem kérdezed meg, beülsz és elviszed. Tehát te nem biztos, hogy észreveszed. Nem? Egy gyors fuvart kért, akkor gyorsan megyünk. 3500 lesz, itt egy kötek, 10 000-es, nem kérek vissza. Most például én, ha este a koncertre megyek Budapesten, és taxival megyek, mert megiszunk egy fröccset, és beteszem hátra a gitáromat, akkor neki abban mit kell, hogy eszébe is, hogy puska van benne? Hát, de... igen, vagy hogy kiraboltál egy hangszerből. Ha, vagy az. Igen, betörtén valahol, igen, egy budai hangszerboltba. Én szeretem az ilyen elegáns dolgokat, komolyan. Csak ugye le tudják nyomozni, hogy a taxis hova ment utoljára, ugye? Tehát itt van, igen, egy kiszálló, igen, pont, hogy hol tette ki az illetőt, de mondjuk ő elvitette magát egy buszpályaudvarra, vagy elvitette magát egy valóban. Egy másik bankfiókhoz. Akkor ugye mire visszakeresik a kamerákat, vagy elvitette magát, mit tudom én, ott egy metrós csomóponthoz, akkor azért onnan egyszerűbb megszökni. Szerintem, ha ennyire hülye, hogy taxi, ami ő háztól házig ment. Nem? Otthonra hívta, és ugyanoda vitette vissza magát. Ilyenkor szerintem, hogy egyáltalán ne is gyanakodjon arra, hogy te valami bűncselekmény követtél el, valamelyik rendőrkapitányság elé kell vitetni magadat. Ott kiszáll. És ott eljött, igen, akkor nem gondol arra. Mikor mondhatja egy taxis, hogy nem viszem el? Tehát, hogy mi a határa taxisoknál vajon? Oké, része egy nyilván. Amikor foglalt. Jó vagy, Jani. Úgy a fáradt, de jó vagy. Tejföldön simán beülsz egy tuktukra, ami foglalt, nem érdekli őket, csak nagy fuvar legyen. De mi? Tehát oké, részeg. Tehát például valaki gyanús, akkor engem mondjuk még nem mondta a taxis, hogy nem vitt el. De szerintem ez nem jellemző. Tehát annyira fuvarészség van, hogy szinte bárkit elvisznek, nem? De mitől gyanús? Mitől gyanús? Bank előtt áll? Csomag van nála? Ha? Nem. Hát mit tudom, nem itt az, csak büdös. Tehát az büdösségre lehet hivatkozni? Nem feltétlenül érzi a taxis, csak a kabrióval jár. Érted, büdös. Ja, kint nem érzed, hogy büdös, amikor beül. Velem egyébként volt ilyen, hogy akkor jöttem rá, hogy viszonylag alulütözetnek számítok, többször is volt ilyen, hogy próbáltam szabadjelzéses taxit fogni ott az ülőtől, és egyszerűen nem tovább tudott. Nem állt meg a szabadjelzéses. Honnan tudod, hogy rosszul öltözöl, ha nem áll meg a szabadjelzéses taxi? Úgy sincs pénzem. Ebből nem lesz borra való? Inkább hazamegyek, mint hogy felvegyem. De hova akartad elvinni magad, a következő villamos megállóig, vagy mi lett volna a fuvar? Nem, csak ahogy hívek, a Penny Marketig. Ismerve téged, nem lett volna azért ez egy ilyen több kilométeres fuvar, tehát mind elfáradtál az utca elején, és elvittetted volna magad az utca végére? Hogy valószínűleg az lehetett, hogy ami többször előfordult velem, hogy már drámai módon késtem valahonnan, és végső elkeseredés ember a pénztárszámhoz nyúltam. De ez már nagyon. Tenne, ez már gondolatot élet alá kérdés volt. Neked oda már nagyon oda kellett érni. Na, írjanak nekünk akkor taxisofőrök, jó, hogy milyen a fura utas? Honnan tudják, hogy fura az utas? Kinek van olyan bevett utas, nyilván név nélkül nem kell, akit elvisz valahova, de nem tudja, hogy miért ott kell kitenni, és minden nap 4 órakor egy adott pontra viszi el, mondjuk 10 éven keresztül. Biztos, hogy nagyon sok ilyen taxisnak van úgymond fura utas, aki állandóan azt az autót kéri.
vagy mikor szállíthatja ki a taxis? Mikor mondhatja azt, hogy ne haragudj, nem viszlek el? Mondjuk egy rossz külsejű embert te nem bánthatsz meg azzal, hogy nem viszed el, mert mondjuk egy kicsit paranoiás taxis vagy, nem? Hivatkozhatsz erre, hogy de is ráadásul már kimentél a címre. Megkaptad a címet, kimész, lejön a csávó a lépcsőzbe, és azt mondja, hogy ne haragudjon uram, én nem viszem. A címre azt szerintem elviszed, mert az visszaigazolható, az utcán megállítása meredekebb, mert ott ugye nem tudod, nem hogy ki fia bolja. Jó, írjanak már nekünk taxisofőrök, hogy milyen fura utasokat vittek, visznek, illetve ha van olyan, aki, mint János, ugye, hogy nem áll meg neki a taxi, és kiszállították. Még sajnálatból se áll meg a taxinek. Aki nem állt, megírja, hogy miért nem. Kozos volt a szivat szagytörőd, vagy mi történt? Hát egyébként lát, hogy érted, lát, hogy médenes vagyok. Mondd, hogy rocker, biztos nincs pénzem. Kitűző összekarcolja a kocsit. Várjuk az SMS-eket, 9:01, jövünk a hírek után. 3:49 lesz pontosan 1 perc múlva. Hello mindenkinek, jó reggelt kívánunk. Kicsit kevés a közlekedési hírünk, úgyhogy ha valaki lát, vagy tapasztal, hall, érez valamit, akkor küldje el nekünk, jó? Hogy mi a helyzet? M3-ason mérnek a 87-es kilométernél Miskolc felé. Ez jött, illetve az M5-ös Budapest felé vezető oldalán a 30-es kilométernél kutya a pályán sétál, írta nekünk ezt. Köszönjük szépen. Mi pedig arról a rablóról beszélgettünk, aki ugye hát elment és taxival rabolt, ugye bankolt, meglehetősen hidegvérű volt, taxival ment, rabolt, megvárta a taxisofőr, kint beült a taxiba, távozott, hogy megvan-e, azt nem tudjuk. Minden esetre arról beszélgetünk, hogy nyilván nagyon sok olyan taxis van, akinek van állandó fura utasa, vagy vitt már olyat, aki nagyon fura volt, rabló volt, vagy bármi más, és nem nagyon tudta hova tenni, viszont elvitte, mert hogy fizetett és normálisan viselkedett. Igen, rabló pedig bízott a jövőben, hogy gyümölcsöző lesz, nem sokára megengedhetem magamnak, hogy taxizok, gondolta, és lejtett egy. Igen, itt valaki vitt téged, aki azt mondja, hogy hazafelé tartottál, de metrónál kiszálltál, ezt nagyon szeretem. Igen. De kevés volt a lóvénál? Ez egy jól bevált dolog nálam. Én azt szoktam csinálni, hogyha rendezek a taxiórára, és amíg már közelíti azt 300 az összeget. Fölé megy. Például. Tehát, hogyha közelíti azt az összeget, amit én még kifizetek taxira, abból még levonom ugye a borravalót is, vagy hozzáadom a borravalót is, és akkor... Ott megállítod? Akkor ott megállítom. Ott kitetettem magam a metronál, vagy a villamosnál. Akkor is. Simán de várjál, de van 2000 taxira, de tudod, igen, hogy 8000-ért visz haza, akkor effektíve lehetetlen, hogy hazaérjél 2000-ből. De valameddig akkor el tudok belőle menni. És akkor utána kiszállsz? Úgy csinálom, hogy ha 2000-en van mondjuk taxira, ha már ezt a konkrét példát hoztad fel, akkor én az órával elmegyek mondjuk 1700-ig. És akkor ott megállítom. És akkor adsz borravalót 300-at? És akkor borravalót is adok, tehát nem terjed el rólam, hogy spúr, eljátszom, aha, hogy csak odáig kellett nekem menni, aztán kész. Hogyhogy nem, ott van egy metró megálló, csak ideig kellett mennem. Borravaló is van, közelebb is vagyok a végcélhoz. Nagyon, meg nagyon is költekeztem nagyon ki. Na itt van egy hallgatónk, a Laci. Hello Laci, jó reggelt. Jó reggelt, sziasztok. Hello, te taxis vagy taxis voltál régebben? Nem, taxizom. A 90-es évek eleje óta én taxizom folyamatosan. Taxizol folyamatosan, na. És milyen fura utasod volt, vagy kit vittél, vagy mit vittél? Hát két apróbb eset, még talán egy hónapja taxiztam körülbelül, amikor két srác beszállt hozzám éjszaka. Már jócskán ben voltunk az éjszakába, elvitették magukat egy benzinkútra. Na, tehát kitettem őket, aztán lejárt a műszak, hazamentem, körülbelül fél óra múlva csöngetnek a rendőrök. Mondják, hogy honnan hoztam a két fiút. Kik voltak, azok ismerem őket, hát mondom, fogalmam nincs, kik voltak, beszálltak az autóba, elvitették magukat a benzinkútra, ennyi. Azt mondja a rendőrsát, hogy hát az az igazság, hogy kihámoltak egy lakást, festményeket vittek el, meg azt hiszem még porcelánokat, ékszereket, ilyesmiket, és hát mondja az egyik rendőr, hogy meg még voltunk olyan hülyék, hogy lerobbant az autójuk, és segítettünk nekik föltenni az autómentőre, ami jött értük. Atya is, de várjál, ugyanaz a csapat, aki kirabolt egy lakást, ők vittették magukat el egy benzinkúthoz? Igen, tuti, az persze, tuti, ők voltak, igen. És kirabolták a benzinkutat is? Nem, a benzinkutat nem. Nem. Csak ott volt a lerobbant autójuk a benzinkúton, ők ahhoz mentek vissza, és mivel ott voltak a rendőrök, megkérték őket, hogy segítsenek az autójukat föltenni az autómentőre, amiért értük. Szenzációs. És az autóban volt a lopott szajdé? Állítólag ott volt benne, igen. A rendőrök meg sem nézték, hát nem is gondoltak. Hát persze, hát erre nem gondolsz, igen. És a rendőrök segítettek nekik feltenni még a kocsira? Igen, az autómentőre, igen. Óriási. Szóval azért kell hozzá pofa, mondjuk egy nyilván bűnözőkről beszélünk, de azért volt lélekjelenét, meg volt magánság. Figyelj, ha ott a rendőr és lopott szajdé van, akkor már egyszerűbb, hogy megkéred, hogy jöjjön oda, mint hogy föltűnik neki,
egyébként, tehát jól gondolkoztak, mint hogy föltűnjünk, egy fura autót raknak fel egy trélerre, eleve már egy kocsit raknak egy trélerre, az mindig gyanús. Tehát te magadtól odahívod a rendőrt, nyilván, hogy segítsenek már, mert nem tudjuk ezt megoldani, igen, akkor kevésbé fogod őket utána igazoltatni, mint csak kiszúrod, hogy ott valaki valami csinál. Mi ez? Ez egy, akkor... egy vászár elé most nyomtunk fel egy, egy táplatot. Jaj, de budáskodj jobb ez. Ez komolyan mondom, hogy az. Igen. Jaj, tényleg most voltak már ezt velük. Figyelj, Laci, és mit mondtál, te mióta taxizol? 90-es évek eleje óta. Atya Isten, vannak ilyen fura utasaid, akik állandóak, és mindig 100 métert mennek, vagy kirakatják magukat, vagy mindig várnod kell rájuk valahol, elviszed őket, és visszatéri utasok, de nem nagyon stimmel, amit csinálnak, de sosem értetek. Igazándiból nem, talán ez a kettő volt, amit meséltem, meg volt egy másik, az meg egy lengyel fickó volt, az egy benzinkútra kérte egy autót hatalmas csomagokkal. Ugye ne, akkor abban az időben ugye a lengyeleknél ez megszokott volt nagy csomagokkal, még akkor piacoztak. Tudod, aztán nem volt feltűnő, hogy abban most mi van, vagy miért van annyi csomag nála. És beraktuk a csomagtartóba, elvittem a srácot elég messzire, Veszprémbe, és mire hazaértem, szintén kerestek a rendőrök. Aztán be kellett menni, jegyzőkönyvet vettek föl, hova vittem, ki volt, mi volt, miért vittem, aztán ki is jön, el is engedtek, hát ugye nem volt semmi közöm hozzá. Majd 3 hét múlva megint csörögtek a rendőrök, hogyha be kéne menni, és akkor fantomrajzot készíteni róla. Három hét után, nem is emlékszek rá, hogy nézett ki az ember. Ott abban a pillanatban, hogyha lett volna egy rajzoló, akkor viszonylag szerintem egy nagyon jó rajzot tudtam volna. És 3 hét után azt mondtak, hogy várjál, Jocó, ha nincsen rajz. Hát akkor van, nincsen rajz, Jocsi, hát nem lesznek meg. Persze, és visszamentek hozzá 3 hétben, és csináltatok egy fantomrajzot? Persze, be kellett menni, valamit rajz, figyelj, valamit mondtam, hogy hát ami nagyjából még megmaradt bennem. Tökké, majd nem, és mire emlékszik? Pont vesztőske, készítem a fejet. Hihetetlenül profik lehettek régen. De Laci, te ezeket vonzott valahogy, tehát, hogy így... Ne, figyelj, ez mondom, mind a 90-es évek elején azóta semmi ilyen. Ja, de nem vitted még el egy nagyon durva 600 méteren? Hogy nem volt ilyen, hogy leintett egy fura baseball sapkás, és ember 600 méter múlva kiszállt egy metró csomópontnál? Nem volt ilyen? Kisváros, itt nincs metró, maximum helyi járat van. Ja, helyi járat, nem Pestem, hogy jól van. Oké, ma is kim vagy az utcán, dolgozol? Hát most megyek majd vissza, reggelizek, aztán megyek vissza, nyomom estig. Helyileg hol vagy? Kisváros, Dunántúl, Balaton környéke. Mm-hmm. Azaz? Titok? Vagy ott nagyon durva? Nem, jó, Keszthely. Na, Keszthely. Hát nem is olyan kicsi. Hát ez körül is a Balaton környék, hanem a part. Igen, úgy kisváros, igen, Keszthely, igen. És milyen a keszthelyi taxisok élete? Jól megy? Vagy ott az ember nem gondolná, hogy olyan sokan ülnek taxiba, de nyilván, hát... Mondom a szokásos taxis szöveget, nagyon rosszul megy. Rosszul, igen. Jó, de ti állandóan ezt mondjátok. És mégis csináljátok. Persze, és egyre többen vagyunk. Vagyis most már nem. Hát sok az orosz azt hallani, hogy ott ingatlanokat vesznek, meg mennek pihenni, Keszthelyre nyaralni. Így van, nem is inkább Keszthelyen a környékbe, a kisebb falba, tehát igen, tudom én, Hévíz, Cserszeg, Gyenes, itt ott veszik a házakat, igen, meg jó, sokat hely. Járnak ide nyaralni, igen. Adnak borra valót? Nem jellemző, de még annyira nem alkudnak legalább. Naha, nem alkudnak. Nem, annyira még nem alkudó. Még van, aki beül és azt mondja, hogy figyelj, 2800-an van, vigyél el, tehát van ilyen utasod? Aki persze, te megkérdezi, hogy mit tudom, Keszthelyről Hévízre mennyi a fuvar, megmondod az árat, és akkor ők még mondom nem alkudnak, de a legtöbb akkor, ha ennyin van, annyi van, menjünk ennyiért, menjünk annyiért. Mondjuk az azért érdekes tényleg, mint a piacod. Eddig vinne el ide Hévízi? 2005, legyen 2004. 2450, 2420. valahogy így megy egyébként, igen. Így van, valahogy így megy. És aztán kiderül, hogy navos, tudod. A legszebb történet. Na jó, jó munkát neked, köszi. Köszi nektek, itt szevasztok, hello. Hogy gyerekek, ez a taxizás egy olyan furatok, én mindig olyan bajban vagyok, hogy adjak-e borravalót vagy nem, de sose tudom, hogy mire adom a borravalót. Mire adom a borravalót? És mindig nem, van, amikor nem adok, és akkor kicsit hülyén érzem magam, de miért kéne nekem a taxinál? Nem balesetezett veled. Te miért? Hát egy szolgáltatásra adsz borravalót, hogy téged jól kiszolgálnak az étterem, vagy a taxiban, most 5500 a fuvarot, mire kérsz? Én a rossz hírem miatt. Jó, de neked van egyfajta hiányértéket, hogy jönni akarok vissza. Igen, de te 4000 az U10-essel fizetsz, és 8-ból kérsz vissza, csak hogy a jó hírevet rendelni. Spúr, de mennyire jó felszállt, érted? Két sarkot mentünk, de így is adott 500 forint borravalót, miközben számol a 300. Te tudod, miért adsz borravalót? Hogy befogják a szájukat, és titokba tartsák ezeket a lopott 600 métereket, amiket mész itt az Ecseritől a Pöttyös utcáig. Itt egy ezres, de ne szóljon senkinek. Nem én voltam, ne ismerjem föl. Na jó van, hármas ugrás, játsszunk már is valakivel. Ez volt a hármas ugrás a Morning Show-ban.
Készülj a következő megmérettetésre. Ez volt a hármas ugrás, mondta a szignál, de nem. Ja, ne, jó, hát ez volt, hát olyan gyorsak vagyunk, hogy már túl is vagyunk rajta. Igen, Fürdőváros Keszthely mellett, Kisváros Balatonpartján. Halló, jó reggelt! Halló, halló, sziasztok! Halló, Veronika! Sziasztok! Halló, nem vagy egyedül, ahogy látom. Nem. Na. Már egy csomóan vagyunk, nem csak egy kolléganőm, már itt van az összes. Hogy látod, Skype-oltok? Skype-on, nyilván sem, nem, hogy Skype-on vagyunk. Nem, Anna írja nekem, hogy ott van melletted Éva is például? Igen, Éva is itt van. Mit csináltok? Hát most veletek játszunk egyébként, mert pénzügyön dolgozunk. Ó, jó kis bérszámfejtés? Aha. Így van. Ó, hát ez milyen izgalmas. Mondjuk az izgalmasabb lett volna, hogyha azt mondtátok volna, hogy bikini modellek vagyunk, egy hatalmas vörös szív alakú ágyon fekszünk mind a kettő, és csak és még nem öltöztünk fel. Jó, van, látom, nem változott semmit az elmúlt másfél hónapban. Ha két nő telefonál, nyilván mesztelenek, és egymással játszadod meg egy vörös szív alakú ágyon, teljesen egyértelmű. Igen. Jó van, na és milyen a bérszámfejtők élete, Veronika? Hm? Izgalmas. Jó, csak fekszünk egy hatalmas szív alakú ágy. Igen, simogatjuk egymást. Szív alakú ágy, az nincsen, de egyébként minden megvan. És akkor ez egy ilyen nagy munkahelyi csata lesz, akkor ott többen vagytok? Igen. Jó. Oké, okay. Milyenek a kérdések, Jani? Én úgy gondolom, hogy könnyűek. Könnyűek? Kaptam ezért ideget, meleget a jövő héten, igen. Ferit nyüstolt, hogy legyenek egy picit könnyebbek. Hát figyelj, úgy véreztette ki az embereket az első kérdésre, hogy előtt még nem láttál. Buktak egy. Hát figyelj, értékelik az ajándékcsomagot. Kemény. Volt egy rovancs, a szélszel hiányzott két ajándékcsomag, valahogy be kellett hoznom. Jó, de nem 20-at kértek, csak kettőt. Na figyeljetek akkor, így szól az első kérdés nyakbakasztóért. Hogy nevezik idegen szóval a régészetet? Archeológia. Ó, de jó vagy. És Éva is. Próbálkozunk. Éva csendes társ. Éva sportban nagyon jó. Sportban nagyon jó. Na, az igen. Nem lesz. Az nem lesz. Igen. Az nem lesz. Így szól a második kérdés, Klassz FM-es Szatyorért. Mi Oroszország elnökének a keresztneve? Milyen? Vladimir. Vladimir. Így van. A leendő béke Nobel-díjas. Hát csak nem kapja meg, igen. Mehetünk tovább, harmadik. Nehéz lesz. Hát... Már azt mondtátok, hogy könnyű most. Szerintem nem. Szerintem sem annyira nehéz, nem. De akkor nem. Menjünk. Menjünk, nézzük meg. Biztos. Így szól a harmadik kérdés, dedikált sapkáért. Melyik város világhírű operaháza a Metropolitan? Látok, Google van. De legalább beismered, ez nagyon szimpatikus. Ja, ügyes. Na, most elég lassú az a Google. Igen. Hát mi van? Nincs széles sáv? Vagy mi van? New York! Hát New így York. Van, New York, persze. Bár ott már volt egy Ausztrália majdnem bedurrant. Igen, de nem mondtam. Nem. Mi volt a múlt héten? Adott a Boom szoftver? Vagy semmi? Nem jutottunk el egyszer sem. Első kérdés. Ki csináltad őket az elsőnél? Igen, ahogy az előbb mondtátok. Jó, na, bummozzunk egyet hátha. Jó, mennek az ajándékcsomagok. Figyelj, Veronika, tiki, taki. Egy, kettő, három. Boom! Ez az! Azt a minden segít neki! Micsoda bum! Na! De szép bum volt, igen? Nálam jel ez a multitra való tekintettel. Próbál visszajönni a szoftver. Tisztítettetek meg, én biztos. Nem? Nem csak. Nálad milyen? Mit jel? Villogat? Vagy nem csak lefagyott? Ja nem, a töltés. Rá kell dugnom a hálózat. Charge merül? Merülsz egy kicsit? Veronika, Éva nem adott. Sajnos. Ebben az évben ritkán ad a Boom szoftver. Nem baj, mert legközelebb tudjuk a harmadikra is. Ez a beszéd. Így van, köszönjük szépen. Vidám napot és gyorsabb internetet kívánok. Szevasztok. Köszönjük. Ciao. Ez volt a hármas ugrás a Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre. Nem plusz ajándék van? Nincs? De van? Vagy van? Nincs. Majd naphallgató. Ja, naphallgató. Ó. De az nagyon szép. De már alig várom, hogy átadjuk. 85-es számú főút hegykői elágazásánál van egy koccanásos baleset, helyszínelnek is, ezt Hege küldte nekünk, úgyhogy kisebb torlódásra lehet számítani. Rekettyes pihenőnél trafi a 104-es kilométernél, ez az M3-ason van, méghozzá Budapest felé. 2 perc múlva 9 óra jönnek a hírek, aztán itt vagyunk is. 9 óra múlt 12 perccel, hello, mindenkinek jó reggelt kívánunk, itt vagyunk imáron hárman, másfél hét után, vagy mennyi? Olyan gyorsan eltelt nekem. Hát neked.
Igen. Másfél hete, ugye? Jó voltál. Ja, Istenem, hát hogy mennyire, de mennyire gyorsan elment ez az idő. Hmm. De itt vagyunk újra hárman. Azt mondom, az, hogy itt az idő újra elmenni. Olyan régen voltam, igen. Szabim. Hát, mi lett volna, bejelentem, hogy skatsz, semmi. Nem, csak ma egy, bejössz, és csak akkor... Csak egy 8 nap holnaptól. Hát hazudnék, ha azt mondanám, hogy meglepődtem volna rajta. Na, mert idén még nem is voltam. Ez első Szabim. Meg a pici síelés. Most tényleg egy-két napot már itt számon tartasz. Hát fő van írva, hát ide-oda fő van mondan, írva. Ezt, tényleg, hát én azt hiszem, hát hogy heteket maga... jegyzünk, de most ilyen két napokat én nektek föl se írok. Tehát, hogy nekem még... nem is lenne mit. Jó, jó, de te jó, mindig decemberben... Igen, miattam jegyzetfizet, ne vegyél. Jó, de te decemberben riadsz meg, hogy úristen, van még 400 napom. Hát most érted. Jó, hát tavaly volt muszáj. Kétszer egy napja. Az szólok. Igaz, az hello. Igaz. Az itt a Mánya Rally, 83-ban. Jó, hát meg hova menné? Itt már mindent látták, külföldre nem mész, tehát igazából saját megoldottad ennyi. A dolgot, nem? Most nagyon lesz a változás, hogy gyalog nézze meg azokat a helyeket, amiket eddig vonattal vagy autó. Tehát ami mellett eddig elsuhantatok, most azon végigmész. Most gyalog közelítem majd meg. Jó, van egyébként az... egy ilyen nagy tervem. Egy országos kék túra? Konkrétan, végig de ez van. A nyugdíjas éveimre. Nem baj, ne legyem el együtt. Jó. De azért néha csörögjél meg, vagy legyenek ellátó pontok, ahol találkozunk. Azt intézem. Gondolom, nem akartatok írni, csak mondom előre, ha esetleg felmennünk, hogy mi lenne szólnánk a Balinak, nincs harag, ha nem hívtok. Tehát részemről abszolút nincs harag. Nem csak a vezetéknevet kezdőbetűje miatt, vagy az utolsók között a listán, akikre gondolok, azok között, akiket elvinnék egy országos kék túrára. Ismersz. Maximum az ezek, tudod, hogy lehet, és egy pocsolya mellett tudod pontot. Kösz, Bali, hogy megint belementél a pocsolyába, és a vadulatű túraruhámat nagyon nyomtad. Szóval ez a terv, hogy végig menni egyszer? Igen. A kutyafáját. Nyugdíjas éveinknek az egyik. Mónika is mondta, hogy ő is. Ő is. Tényleg? Ő bírja ezeket nagyon. Gyalog az országba végig? Gyalog körbe az országot. Azt a sok izgalmat. És ugyanaz lesz szerintem. Hát főleg, hogy eszembe jut, hogy nem zártam el a gázt, hogy nem csuktam be a kaput. Az nem lehet, mert tízszer visszamész úgyis, úgyhogy jó is ez, hát kellene kihívások. És akkor hogy a határvonalon végig? Ugyan, ugyan, ugye, ugye a 1 millió igen, lépés pontosan Magyarországon, így ugye? Van, így van. De miért nem csak úgy keresztbe kasul, hogy a Móni elvisz valóba bekötött szemmel, kitesz? Megpörget. Megpörget, és azt mondja, hogy Jani, gyere haza. És akkor igen. Elindulsz gyalog. De nem vehetsz igény, mert semmilyen tömegközlekedés, és gyalog kell hazamenned, megfejtened. Hol vagy, autópályát nem használsz, és akkor mindig hazérsz, mindig elvisz máshova. Lerak egy hátizsákkal, és akkor gyere haza. De megpörget, elindít, de előtte leveszi róla majd a számkötés. Ja, nem. Könnyű. Hopp, villanypásztori. Jaj, pocsolja. Hopp, egy vájú. Gémes fut. De ez már nem vicces. Még lök is rajta egy kicsit, egy kis bénácskán elesel, hogy feltápászkodsz, és akkor elindul. Nem, ezt tervezzük. Hát nekem ugye az 1 millió lépés Magyarországon az egyik fantasztikus olyan tévés kedvencem volt, amit egyszerűen nem tudok megunni, ugye Sinkó Lászlóval, illetve Rockenbauer Pállal, Isten nyugosztalja. Egyszerűen zseniális volt. És viszed a kis mérőkereket majd? Igen, te is, és indulj el egy úton, én is persze. Az jó, ez jó, ez jó, ez nagyon jó. Ez izginek tűnik. Neked. De hogy... Kezdtem gyanakodni. Igen. Mi van fizett a Bali gyere? Mi történt már, Szabi, jó ember lettem? Vagy úgy látom, az arcod, hogy ez számodra izgalmas dolog. Úgy látom, hogy ez neked biztos nagyon jó lesz. Trafipax az M0-áson, a felüljáróról Szeged felé, a Nagytéténi kiáró előtt, pár száz méterre elfogó autó a leállósában Dani küldte ezt nekünk. Tét Trafipax a kórház előtt mérnek, sötétkék Volkswagen pólóból fekete bika üzente ezt nekünk, köszönjük szépen. Az M5 felé a Diósdi kiáratnál a felüljáróról szintén fotóznak a rendőrök az M0-áson, ez Peti üzente, és Répcelak teljes átkelési szakaszán aszfaltozás van, ez a 86-os főúton van. 4-es úton a 111-es kilométernél a parkolóban lesipuskáznak, vigyázzon mindenki, komám, küldte ezt nekünk, köszönjük szépen. És hát látom, hogy vannak dolgok, amik nem változnak, ugye az ember ilyenkor megfelelő hírészséggel veti bele magát a bulvár fogyasztásába egy-egy szabadság után, és hát látom, hogy Pataki Attila még mindig az utolsó társalok. Ilyenkor így megnyugszom, és azt mondom, jól van, Bali, hazaértél, nincsen semmi baj, itthon vagy a jó öreg hírességek celebek környezetében, akik minden nap dobnak valami hírt, hogy őt megdicsérték a földön kívüliek, ma van ez az egyik bulvár újságban, mert hogy jó a hangja, vagy hogy jól énekel. Hát az etrabeli munkássága. Gyerekek, és most lehet mondani bármit, azért ez gyönyörű 40 év most már lassan szerintem, még az UFO-knak is tetszik. Igen, és hogy megdicsérték a földön kívüliek. Nem Attilát. A földön kívüliek dicsérték meg. Na. Egy plejádokbeli. Ja, egy plejádok. Így van, egy a plejádokból jött. Nem tudjuk, hogy egészen pontosan, hogy most ő átutazó lehetett Plejádiában, vagy pedig ő született plejádiai, de minden esetre onnan származott. A plejádokból.
Hát az nem annyira sok egyébként. Az nincs annyira messze. Nincsen messze? Az nincs. Aha, az nem. Nincs. Az nincsen. Nincs messze. Jó, hát az egyébként, hogy jöhetett volna ide. Jó, akkor Jégtorú után akkor a következő célom, a Plejádon. Az csak egy a csillagászati tanulmányaimból az egy ilyen 300-400 fényévre van, tehát az viszonylag közel van. Csak a fény 400 évig utazik, mire ide ér, úgyhogy az csillagászati szempontból nincs messze. Azt nem lehet tudni, hogy egészen konkrétan honnan jött, hogy Plejádok alsó esetleg, vagy Plejádok felső. Na mindegy, ezt csak így elolvastam, úgyhogy... De egyébként tapintapos, nekem az nagyon tetszik, hogy Attila azt mondta, hogy a konkrét helyet nem szeretné megmondani, hogy ahol találkozott a Plejádok belével, mert nem szeretne senkit kellemetlen helyzetbe hozni. Hát magyar nem akar beégetni senkit, hogy őket is belekeveri a sztoriba. És ez szerintem nagyon kultúrát húzás a részéről. Hogy valahova elment egy másik hírességhez, ahol ott voltak már a földön kívül. Nem biztos, hogy híresség. Szerintem, hogy biztos az Alapinál volt megint, meg megbeszéljék ahhoz. Hát de az Alapi szerintem nem ilyen. De most hogy jön ide az Alapina? A gitáros Alapinál. Igen. Az Alapinál. Nem. Én se örülnék, ha lenne egy olyan szomszédom, aki azt mondja, hogy nálam találkozott a földön kívüliekkel. Tehát ugye? Más nem ártson be. Hát vigye elő egyedül a balhét. Persze, hát most a szomszéd kitalálná, hogy igazából hát hozzám jöttek, de a balinál találkoztam velük. Hát én se lenne. Én se valaki úgy kever bele valakit, hogy az igazából is olyan, hallja valaki. Éppen egy lány bucson voltam a Balázséknál. Hogy? Igen, éppen a Balázs a földön kívülekkel társalgott a retyón. Na mindegy, szóval ezt így elolvasztam, és rájöttem, hogy jól van, na, akkor itt nem változott. Vannak nem stabil pontok. Igen. Így van. Az egyenlítő meg Pataki Attila például. Júli, hello, még vele se találkoztam. Szevasztok. Mi újságban? Ha már Alapina. Na. Háborogtatok egy kicsit? Háborogni akarsz? Igen. Egy jó kis 9 óra utáni háborgás, az mindig örülünk. Annak mindig örülünk. Képzeljétek el, hogy tennap 3:30-kor arra mentünk haza, hogy az egyik két csatorna, ami csak este 11 után szolgáltat. Várjál, hogy le vagyok kicsit tapadva, mint egy, igen, tehát, hogy mi van? Hazamentél 4-kor? 3:30-kor, igen? Hárt pornyót nyomtak. Pornyó? Pornyó? Hát, pornyó, pornyó volt, hát az kutyafej. Ezt kimondta neked a nagymamát. Hát, pornyót nyomtak, évesem, hát egy más semmi sem régi. Hazamentünk a srácokkal, igen? Megkérték, hogy keressem meg a spongyabobot, és nem a listából kerestem ki, csak mentem fölfelé, ahol bekapcsoltam. A srácok hála Istennek kimentek csokért uncsorogni, amikor egyszer csak arra kapcsoltam oda az egyik csatornán, hogy egy nő két férfit nagyon ember számba vesz. Basszus, a kutya fáját. Hát, rohadt életben. Mi a szolgáltató? Kondolatlan napok vannak, és nem tudok róla. És nem vagy otthon. Azt hittem, hogy ez olyan, mint állítólag egyszer a Super Bowl-on volt ilyen, hogy óriási botrány is volt belőle, hogy hogy bekapcsolva hagytak valami csatornát. Igen. És hívtam is rögtön a szolgáltatót, hogy nem tudom, hogy tudnak-e róla, de az egy két csatornán most éppen itt nagyon nagy lögdösödés meg. Mi helyett volt? Mert ugye itt az is érdekes, hogy nem tudjuk, hogy mi helyett volt. Ott, ja, a Travelem, vagy valami, ami 11 óra után vált. Van két csatorna, valami Super, vagy Maxi, vagy nem tudom micsoda, ami csak 11 után kapcsolva. Ja, értem. Aha. Tehát két nap közben igen, semmit, igen. Nem sugárzó, és 11 után. És a hölgy egy kicsit zavarba jött, és azt mondta, hogy hát 24 órásá tettük a csatorna szolgáltatást. Kedves Júlia, önök nagyon jó előfizetők, két nap ajándék. És hát én meg szintén zavarba voltam, mert nem szoktam megnézni a számlalevelet, de én azt hiszem, hogy nem láttam ilyet, hogy nagy piros betűkkel kiírták volna, hogy kedves szülők, délután 4-kor ne adják a gyerek kezébe a távirányítót, vagy állítsák be a 18-as kódot. Belegondolva egy pillanat, ez tényleg durva, tehát hogy te úgy kapsz két nap ajándék pornót. De nem két napot, ez... Tehát 24 órás lett a csomag. Ja, hogy 24 órás lett a csomag, tehát nem is extra. Nyílt nap volt. Hogyha én oda kapcsolok napközben, és nincsen 18-as karika, nincsen kódolva a tévé, gyerek zár rajta, akkor a gyerek azt látja, hogy te durva. Magát a valóságot. Hogy téhom legyen, Isten. Magát a valóságát? Tehát az egy nő 8 pasi az maga... Alatt a férjed, hogy bukake az maga a valóság? Hát, jó az életed felé. Húzd ki magad kicsit. Álltuk a Miróval, és így nem hittük el. És amikor a gyerek kapcsolgatott, hogy a gyerek még véletlenül se látson valamit, és utána aztán kikült. De várjál, akkor nem kéne szólni a szolgáltatónak, hogy té szülő, vagy té megrendelő. Jaj, ne legyetek már ilyenek. Hát most azért ennek én se örülnék. A Benninek még nyilván könnyebben lehet megmagyarázni. Figyelj már, mit mondasz a gyereknek, amikor ott van egy nő, és etten is... Ketten? Mit? Ketten? De hogy volt? Ketten. Egy nő, két? Ponyó. Egy nő, két? Ketten nagyon szeretik. Mit mondasz a gyereknek? Mert olyan már nézd a mama, milyen odaadó. Olyan már volt, hogy két nő megcsokolta egymást egy filmben, és akkor utána ezt hosszasan kellett magyarázni. Hány évesek a gyerekek? Hát 6 és 5. Hát akkor... Figyelj, a 6 már 11.
Gyerekek, az öt még talán nem, de a hat már azért tesz föl kérdéseket. Tehát a hat éves az már ott valami... A hat éves is fölteszi. Ne dugjátok a fejeteket a homokba. Juli, mutasd meg neki a valóságot. Na de várjál, de kérdezem, hogy biztos ez a jó útja, hogy hazamész délután négykor mesét keresel a gyereknek, és pornót találsz, és erről senki nem szól. Tehát azért szerintem az elég nagy... Én két dolgot tudok elképzelni. Az egyik az, hogy ott volt valami más jellegű tematikus csatorna, nyilván valamilyen lögdösödös, mondjuk egy snooker, és ahelyett lett ez, de abban viszont szinte 100%-ig biztos vagyok, hogy valamilyen formában jelezték ezt. Mert legalábbis mi mindig úgy szoktuk, vagy mi nálunk, hogyha ilyesmi történik, akkor mindig kapunk előtt egy levelet a szolgáltatótól, hogy ezeket meg ezeket a csatornákat le fogják ettől és ettől az időponttól cserélni, és ez is ez lesz helyette, vagy van ugye egy ilyen információs csatorna a hálózaton belül, amire, hogyha rákattintasz, akkor jól olvassa. Na jó, de ezt nem mondja, ezt te olvasod, te neked róla, az, tehát minden hazamész elolvasod. A képújságba kelek és fekszek. Jó, Júli, ne ostorozz magad, csak a Jani olvassa el minden nap az infocsatornát. Biztos szólta. És akkor várjál, ez és most ott 0-24-ben két csatornán keresztül? Igen. Hát akkor azért majd így már legyen melyik szolgáltató. Azért hazamegyek én is megnézem. De annyira helyes, hogy egy gyerek hogyan reagál erre, egy ismerősünk anyukája mesélte, hogy nagyobbik testvér okos telefonra letöltött valamilyen pornót, amit megmutatott a kis testvérének. Ez már ilyen, nem tudom, hát általános iskolás első osztályos. De bement papa előzményeibe, vagy a gyerek már ennyire fejlett volt, hogy egyedül letöltötte az XNXX.com-ot? Ismerős volt a néni, ezért töltötte le, aztán a bácsit is megtalálta, és akkor rájött, hogy apu. Nagyon szereti egymást. Egy 9-10 éves azért már elég sok tartalom, hogy hozzáfér az interneten. Hát ők simán, persze. Letöltötte, megmutatta a kistestvérnek, aki volt 6 éves, aki apja elé állt, és azt mondta, hogy apa, ha így kell gyereket csinálni, én soha nem fogok. Annak a néninek úgy fájt, hogy hangosan kiabált. Szerencsétlenül. Mit láthatott a gyerek? És magyarázkodott. De azt tudom, hogy tehát, hogy... Mondjuk éppen a néninek a reaktorba morzsáztak, abból nem lesz gyerek, tehát azt, nem azt még meg lehet magyarázni, nem? Tehát, hogy... De hogy az én két gyerekemnek hogyan magyaráztam volna el ott, abban a szituban, hogy ott éppen akkor mi történik, ez egy iszonyatosan kínos beszélgetés lett volna, és azt gondolom egyébként, hogy nagyon, nagyon nem az, hogy nekem kínos, hanem ez valami olyan, amit a gyereknek akkor még nem szabad látni. Hát nyilván nem ebben van igazság. Ebben van igazság. De volt ilyen, hogy na gyerekek! Menjetek a konyhába! Anyátok a pának a dolga van! És annyira megörültetek neki, hogy eltűntetek fél órára, vagy mi volt? Mert azért az nem rossz, gyerekek. 0-24-ben valahogy ezt le kell kódolni, mert nálunk is a Benni azért, ő az úr, tehát nála van a távirányító. De hogy azért az nem, én is örülnék, ha belefutna. Én nem vagyok prűd, meg nem vagyok ez, hogy jaj, mi lesz, ha a gyerek meglátja. De azért ott mama ott éppen... elkapja papát, azért az nem egy természetes dolog, nem? És még 8 papa sorba áll, hogy ők is nagyon szeretik a mamát, tehát azért az nem biztos, hogy azért az annyira természetes. Hát igen, ugyanakkor viszont azért bele-bele futnak ők az interneten ilyesmikbe. Nem mondom, hát hogy... Az én gyerekem még nem tudom. Na jó, és csak az interneten ugye egy szabadon választott dolog, ha te korlátozod a tartalmat, tehát azért te felelsz, nyilván nem a szolgáltató, te mindenféle szűrőprogramok azt lehet ott korlátozni, persze. De hát azért itt mondjuk a szolgáltatónak szólnia kell. De itt is van egyébként, tehát hogy most ez egy egy egyszerű alkalom, belefutottatok, de hogyha van egy olyan kis set-top boxotok, akkor azon be lehet állítani azt, hogy mik azok a csatornák, amiket most már kislakatot rá kell tenni, így és akkor van. Meg kell mutatni a gyereknek, hogy tudja most oldani. Most már mindent, tehát be kell ütnünk ugye a kódot, úgyhogy ezután, ha a gyereket nincsen otthon, akkor majd kikódoljuk. Van ilyen, hogy lakatot teszel a csatornára? Igen. Komolyan? Nekem az a szolgáltatom van, ahol van ez a doboz, és akkor én arra felveszek különböző tartalmakat. Ott is tudok tenni gyerekzárat. Igen. Amikor oda kapcsol a gyerek, akkor egy ilyen kis lakatocska van, kéri a kódot, ha az bejutod. A Viki miatt kérdeztem, nem a gyerekén. Remélek, hogy a gyerek mit néz. A Viki egy-két ilyen fashion TV-ért meg ezeket akarom lekodolni. Sőt, annyira tudod szűrni, hogy azt hiszem van 18-as, 16-os és 14 éves kor fölött már nem engedi. Tehát, hogyha kint van a kis karika, akkor egy idő után más nem tudsz nézni. Tehát, ha például 14-es állítasz be, akkor egy idő után mindenhol csak nagy feketeséget látsz. Megőrülök. Ilyenek vannak. Ha hol tartott ez? Nagyon hallod, mióta elmentem, itt vannak itt. És a gyerekek első reakciói mi volt amúgy? Nem látták, hála Istennek. Hogy vetted észre, hogy te gyorsan átnyálasztani? Igen, hát kapcsolgattam, kerestem, most mondja Bobot. Igen. Így van. És mentem fölfelé, és egyszer csak ott ragadtam, hogy mi van. Istenem, azért remélem, hogy ez a beszélgetés nem azt kezdeményező, hogy holnap a szolgáltató leáll ezzel a szolgáltatással. Kérlek, én mindig este 11-et egyrészt nem tudom megvárni, kettő rohadt késő van. Azt is délután rakják a kódolatra a napon. De azért délután most hazamegyek. Korán kell feküdni. 11 óra után én már nem tudok pornót nézni, most hazamegyek, azért csak ráfirtatok. Két ilyen csatorna van, az egyikben mindent pacekba mutatnak, a másikon pedig minden megtörténik, de nem mutatják. Mindent pacekba küldenek.
Azért elég jó ismered ezt a két csatornát. Igen, azért Júli, ahhoz képest. Jó, hogy után tévét nézni, na előfordul. És mondtam, hogy hát én azt láttam, ahol pacekban mutatnak, a másikon meg csak szólt a zene, de ott is kint volt az 18-as karika, és mondta a hölgy, hogy hát azon is fut most a műsor, lehet, hogy most éppen szünet van, úgyhogy oda, arra is. De milyen pornócsatornán szünetben már zenét adnak, hogy földolgozza, látottakat, hogy ez annyira durva dolgokat nyomnak, hogy néha egy nő megjeli hárfával és zenél egy kicsit, hogy tud értelmezni, mit láttál? Egy időben azt hiszem, hogy a Budapest TV vagy valami hasonló ilyen csatorna volt, ahol 11-kor beült a technikus, és átnyomta a gombot. És volt olyan, hogy nem tudom, egy József Attila kései sírató közben a verszak közepén elindult. Hát régen a Travel Channel is ilyen volt, ugye Travel Channel volt, és utána 11 lehet ez még most is, így van, 11 után, ugye éppen valahol, nem tudom, Sri Lanka környékén kóboroltál, érted, nagyon nézted a Buddha szobrokat, és bejött egy akkora vanga, és ugye ott nem az volt, hogy váltunk, stb., ez régen volt, még a Private Goldnál, hogy megjelent. Elvették, berakta a másikat, és szinte ott volt az arcodban azonnal, és egy pár másodpercig tudod, ott még ültél, aztán vagy maradtál, vagy elmentél aludni, hát jók ezek a váltások, de valamikor kompatibilis, tehát amikor érted a Arany János családi kör, és utána ebben a szellemiségben folytatódik. Na szóval lehetett volna halálkínos is, hála jó Istennek, hogy nem voltak ott a srácok. Igen, hát ezt viszonylag nehéz megmagyarázni. Így van, nehéz lett volna megmagyarázni a férjed arcát. De azt a csillogást, azt az érdeklődést. Na jó. Mit mondasz ilyenkor? Tehát ilyenkor azt mondod, hogy anyu és apu is ugyanezt csinálja? A szomszéd igen. Bácsival? Vagy... Na, de ugye nyilván egy csomó helyen nyit rá a gyerek, meg lát meg olyan dolgot, meg anyuási. Apu pedig megnézi, hogy van-e lyukasfoga. Anyu megszondázza apu. De nem, tényleg, szóval, hogy mit mondasz? Mert ugye például ilyenkor ugye az segíthet, hogy nem tudom, például a gyerek benyitva. Hát azért nagyon sok szülő jár úgy, hogy ugye rád nyit a gyerek, ott összebújtóképpen valamiben, és állítólag... Ez egy trauma a gyereknek. Tehát, hogy ő akkor abban a pillanatban ezt a vekerdés is mondja, hogy az nem biztos, hogy egészséges, és ő máshogy éli meg. Tehát sokszor úgy élheti meg a gyerek, hogy például a szülők bántják egymást, hogy veszekednek, és azért vannak ilyen fura póza, mert annyira összevesztek. Hogy tényleg, tehát a gyerek 5 évesen, 6 évesen máshogy értelmezi a látottakat, mint ahogy mondjuk egy 15 éves kamasz, aki már azért nyilván tudja, hogy papa és a mama azért szereti néha egymást. Szerintem ilyen finoman a későbbi felvilágosításnak meg kell ágyazni. Tehát, hogy tényleg ez a apu és anyu szeretik egymást. Uh-huh. Tehát te az, hogy és anyu miért nyűgött? A lumbágó kincse. Az. Tudod. Tehát, hogy nem kell nyilván kamúzni. Persze. Szépen finoman rá kell vezetni, mert utána egyébként, utána sokkal nehezebb lesz. Mindig egy pici és apró kis információ morzsát, nyilván a korának megfelelően, de nem kell szerintem mellé beszélni. Meg nem kell terelni, meg nem kell hülyeségeket mondani a gyereknek, mert csak összezavarod vele. Aztán később ez szépen fel fog épülni. Most mondhatom, a lányom iskolában van, de hogy mi például azt csináljuk, hogy ilyen, amikor mondjuk egy-egy kedvenc sorozatban felmerül egy-egy olyan poén, ami mondjuk egy kicsit ilyen vágánsabb, vagy ilyen áthallásosabb, vagy erre a témára klappol, akkor mi megmagyarázzuk már szemrebenés nélkül, hogy miről van szó. Tehát amikor szóba kerül. Igen, de 11 éves, 12 évesen szerintem azért igen, fontos, nagyját, fontos is egyébként, hogy ne beszéljünk mellé, mert utána nekünk lesz majd kellemes. Tehát, hogy nálunk nem volt ez a na, így ide a térdemre, akkor a porzó, meg a bibe, ugye, így. Én arra is kíváncsi lennék egyébként, nem kellett. Amikor például egy nyugdíjas idős néni. Arra én is. Hallod, azért értem. Egyre szélesebb a merítés. Jó, hogy szóba is van. Két granny meg egy feka, hát azt tudod, arra nagyon beindulok, mindig a granny kategóriát imádom. És akkor becsöngetett ez a tűzoltó, hogy innen riasztottak-e, hát azt a tömlő. És a két granny olyan hálás volt. Nem erre gondolok, hanem amikor pedig nagymama, aki még egy 75 évesen megvan a kis csatornája, és nem olvassa el az előfizetői levelet. Vagy nem olvassa azt el, hogy most itt interneten írja a szolgáltató, hogy kedves Dédi, 0-24-be megyek. Kedves Dédi. Ez már a személyre szabott levél. Hát jó, én a szolgáltató lennék, én mindenkire szabott. Én a kedves ez az Dédi. Igazi szolgáltató és ügyfél viszony. Kedves Dédi, egyrészt az önbaracnek várja isteniket, hogy egyezzük meg, hogy 0-24 órában adjuk a pornót. Drága tanti. De nem. És ősz ott 74 évesen, kicsit azért a te világod még egy kicsit más volt, hát amikor te fiataltál, még ezt nem lehetett én nyíltan felvállalni, meg tudod, hogy a csúnya gyerekek ott már, jaj, ezek a unokák, hát milyen rosszaságokat csinálnak, amikor egy
74 évesen kis hintaszékedben egy ilyen kis olvasó szemeg rajta, hogy kapcsolsz tenisz, kapcsolsz sport, delf, kapcsolsz természetfilm, bálna éppen fölkapja a cápát, mit tudom én, valami történik. Kapcsolsz, és azt látod, hogy 8 nagyon nagy darab feka rettenetesen dolgozik egy nagyon hálás néni, hogy akkor az szemmel is egy követhetetlen ritmusban köpülne. Számodra teljesen értelmezhetetlen módon próbálják kikormolni a reaktor. Hogy az ott azért az is egy nagy, mert gyerekokként azért az időseknél is egy nagy felismerés. Hát érdemes beszaladni akkor a szobába, amikor meghallod, hogy megszűnik a hintaszéknek annyi forgása. Apus, gyere csak be! És hallod, hogy az olvasó szemeg így koppan a föl. Hogy azért az is mama, megint a földön van a műfog. Hogy azért, ugye? Hát ők azért nem ebben a világban éltek. Nem. Én még emlékszem arra, amikor mi fiatalok voltunk, se kaptuk ennyire készen kézhez az erotikát. Hát akkor egy ÖKM magazinért úgy kellett megdolgozni. Ötleteink voltak, de általános iskola és gimi elején, hát figyelj, ÖKM magazin az úgy járt körbe, hogy egyszerűen olyan volt, mint a Szent Grál. De tényleg, szájjal nem láttál, kellett elkérni. De tényleg, de egy Otto magazinba, érted? Egy Otto magazinba? Nyolcadikos korom egy Otto magazin, ahol fehér neműket mutatta. Ja, két abba, azt hittem. Ja, azt hittem, a nevedre célzom. Azt hittem, hogy a Bravo Otto. Hogy a te magazinod magazin. Nem is tudtunk. Arra, az csak simán Otti magazin, az erotikusnak. Érted, hogy az ő korukban sem volt ennyire, hát dolgozni kellett azért, hogy ezt megkap, vagy lásd, érted? Hát azért azok is nagy pillanatok lehetnek, nem? Hát egyébként ennyi, szóval, hát figyelj, most már én is elmondható, hogy egy párszor azért még a Quelle magazint is kasíroztam. Na, erre gondolok, hát ezek közös élmények. Értem, hidd el, hogy ezek közös élmények. Na jó van. Jani, hát akkor ma be van aranyozva a délutánod. Te meg vagy, azt gondolom, hogy mondta a szolgáltató? Hát, holnap 8-ra jövök. Nem tudom, mert megkérdezem, nagy buli lesz. Megkérdezem, hogy kinél vagy melyik szolgáltatónál van a Juli. De én meglepődnék rajta. Biztos, hogy szóltál. Figyelj, minden kódolatlan nap és hétvége előre be van írva a naptárba. Nem emlékszem rá, hogy piros betűs ünnep lenne a kedd. Jó, hát azért menj haza, teszem. Hát ha. Nem, hát firtass rá egy kicsit, nézz körül, majd holnap elmondod. Na jó, van 9:30 múlt pontosan 4 perccel. Jönnek, nem hírek, nem jönnek, jön egy pici reklám, aztán jövünk mi is a nap legjobb pillanataival. 7 perc múlva 10 óra. Csabi! Hello! Jó reggelt! Na mi újság van? Welcome home! Ó! Oh, willkommen! Hát, bocsánat a tájszólásomért. Jaj! Na mi újság van? Micsoda színed van? Ugye? Hát mondd meg. Sütött a nap? Nem, én kicsit mindig pánikban vagyok, hogy úristen, nem lesz semmilyen színem, ezért az első napról már égettem magam, utána 3 nap árnyék, tehát ezt mindig eljátszom, és mindig megfogadom, hogy nem csinálom, de amikor meglátom a napot, akkor azonnal. Hát, ha holnap már beborul, és ezért hülyére égettem magam. Ezt annyiszor elmeséltétek már, és még ennyire messze sosem voltam, de tényleg ott teljesen más világ. Az érdeklődéstől? Nagyon más, Csabi, egyszer szerintem oda érdemes elmenni. Hát a Feri is volt, ugye, Kambodzsában. Én imádtam. Tényleg klassz. Én bármikor indulnék vissza. Tényleg az egész nagyon Jani, klassz. Jani, mit tudsz erről mesélni? Hát figyelj, én amikor egyszer voltam Kőszegen. Érdemes egyszer. Azt hittem, Kőbányát fogsz mondani. Leginkább erről korra reggel beszéltem, csak egy mondatot, a fiúk már tökre unják, megértem, arról a fajta valamilyen ilyen kollektív boldogságról, ami ott van náluk. A kevés kereset, a szegénység, a nagyon olcsónak tűnő, koszos, piszkos, kis egyszerű lakások és egyszerű autók mellett az a fajta boldogság, ami ott rájuk jellemző, az abból csak tanulni lehet. Úgyhogy leginkább ez a jó ebben az országban, hogy az utolsó fagyárus is annyira boldog. És nem a pénzed miatt, tényleg van valami belülről jövő boldogságérzetük, amit mi csak nem csak eljátszák neked, hogy te úgy gyere haza. Mert nem arról szól, tehát nekem egy pincértől én már nem leszek boldogabb, vagy aki áll egy üzletben, tehát nem azért boldog, hanem mert miközben téged ott kiszolgálnak, hárman rötyögnek, és mindenki nevet. Szóval, hogy ez így belülről jön, és ezért nagyon jó. Hát egyszer próbáljátok ki. Hagyja ki két linyánót, és menjek egyszer oda. Igen. Igen. Egyébként, hogyha a repülőjegy megvan, onnantól kezdve kint azért már nem olyan vészes az nem élet. Nem vészes, tényleg nem. Tehát tényleg nem véletlen, nem hogy jobban nyugdíjat kapó emberek ki tudják tölteni a nyugdíjas éveiket. Tehát, hogy nem egy 32 nettóból, nyilván abból nem megy, de azért egy kicsit valaki jobb nyugdíjat kap, akkor van, aki azt választja, hogy egész télen kint van. Nem, csak arra futja nekik, hogy oda menjenek vissza, ja. Már nem tud. Igen, nagyon sok a kislány alig születik fiú például, csengőt kötnek a lábukra, ha valaki fiúnak születik, akkor a szám, mert ugye nagyon sok gyümölcsöt esznek, kevés húst esznek, nagyon lugos mindenki, és nem egyszerűen nem születnek már, ez egy probléma egyébként, kevés hát a fiú. Erről is híresek, hogy még a fiúk is lányok. Hát aztán hát, megszületik a fiú, és az meg lány, ez megélhetési szempontból operáltatják át magukat, mert jobb az életük, igen. Na mindegy. Jó van, hívjuk a nap hallgatóját. Már is kap egy ajándékcsomagot, ha mondja, hogy morning show, utána pedig Csabi jön. Van játék, képzeld el, majd elmesélem. Na. Ja tudom, autó. Ez az autó? De még milyen? Ah.
Azzal hajtatok ma, Bercsak. Morning show. Ó, de gyors vagy. Hello. Igyekeztem, itt hallgatom a rádiót nagyon. Jó reggel. Szép jó reggel. Sziasztok, szép jó reggel. Hello. Várjál, elkevertem a írományodat. Biztos jó tészt. Itt van. Te is a szójátékra húztad tőle, a Feri kezdődő SMS, ugye? Azt írtad, így, ugye, van, így van, így van, így van. Igen, ugye a Feri ellenőrzéséről beszélgettünk, és hogy hogy dolgoznak a navosok. Feri, nem volt feltűnő, hogy navon mosolyogtak, navon éhesek voltak, és csak navancs levet itt a cigivel fizettek-e, írtad ezt nekünk? Így van. És igen. Ezzel teletét. Ezt most be kell jelenteni a navnak? Ez nem az ajándékot. Bizony. Igen, kemény. Nem írtad alá, hogy hívna? Zoli, Brada Zoltán. Zoli, hol hallgatsz minket helyileg? Éppen most Budapesten, Kispesten. Kocsiban ülök. Kisvestem, oké. Küldjük neked az ajándékcsomagot, jó volt az SMS-et. Köszi, hogy minket hallgatok. Nagyon szépen köszönöm. Tép napot, sziasztok. Csáó, igen, köszi, igen, az elküldtésük ilyen nap hallgatója, igen. Csabikám, milyen játékod van? Kérlek szépen, fut már hétfő óta, és péntekig tart. Az új Nissan Qashqai Cruise. Oh. És hát a Feri éppen kint levegőzött, amikor én megérkeztem, bizony. És mosolyogtam ebben az autóban. Azt mondta, hogy nekem ez jól áll. Jól én áll. Megtartanám a helyedben. Én nem adnám vissza. Én is megtartanám nagyon szívesen, de hát az van. Van a kocsi? Hát egy hétig én most tesztelem, hogy aztán tudjak róla beszélni nektek is, meg a hallgatóknak, hogy mi az, amit meg lehet nyerni. Figyelj, hát ha jó fej vagy, nyakra borulsz feled, hátra teszed. szerintem akkor vagyok jó fej. Összetörni, szerintem abban van rakendról. De minden órában van egy ajándékcsomag, és aki ajándékcsomagot nyer, az benevez ezzel a fődíjra, a fődíjunk pedig egy extra hosszú, egy hetes Qashqai tesztvezetés. És hát ugye nekem van összehasonlítási alapom, főleg régi autókkal, és tényleg az, amit a Feri mond, hogy egyszerűen nehéz belőle kiszállni. Tehát megérkezem, itt vagyok már nem tudom, 8:30, de megyek még 3 kört, még egyet, és akkor még ott valamit teszek, veszek, bekapcsolom az ülésfűtést, mert ilyen is van. Tehát, a gyerek megkérdezi, apa, ma nem megyünk iskolába? Ja, basszus, te végig vagy. Véletlenül más irányba indultam el. Szóval mindig keresem a lehetőséget, de szemetet is úgy viszem ki a kert végébe, hogy autóval. Tehát... És akkor ez most nálad van, és aztán ezt valaki megnyeri, mert a lehetőség. Sajnos csak egy hétig van nálam, de egy hétig megnyerheti ezt egy hallgató is, és akkor ő is letesztelhető. Tök jó. Milyen fantasztikus élmény. Az jó. És remek zenéid is vannak emellett, Csabikám? Már hiányzott ugye? Ez a kérdés. A fiúknak már ajánlottam, de ajánlom neked is, meg a hallgatóknak még egyszer, mert a Kylie Minogue az most visszatért, képzeld el, van egy új albuma, ez a Kiss Me Once, és ezen van egy zseniális újdonság, az Into the Blue. És hát ez a nő, ez mindig is tudta, hogy azért hogy lehet így maga, vagy az ujja köré csavarni a közönséget, koncerteken is, meg hát így a hallgatva a dalokat is szerelmes leszel belé, ha meghallod. Na jó van, meghallgatjuk akkor. Oké, Csabi, a kívánság műsorral 555 55 00, ez a telefonszám, mi pedig jövünk holnap 6-kor. Szevasztok! Sziasztok! Ciao, ciao.